Üdvözlöm a kedves értelgító hallgatókat, a mikrofonnál Kis Lórent, itt van kollégám Lenkár Péter és Szárbusz Péter. Szia lóri, üdvözlöm én is a hallgatókat. És ugye jól megszokott módon a Najvárdi parcimű egyetem művészeti tanszékéről jelentkezünk, hogyha filmekről, általában ha filmekről, akkor innen jelentkezünk, vagy ha más témáink is vannak, és nem videósak, bár ez most egy ilyen kicsit kilóg a lóláb kategória, de a lényeg az, hogy ma vannak meghívott vendégeink is itt a művészeti tanszéken, mi pedig Debrecenből érkeztek a mai meghívott vendégeink, akik nem mások, mint németi Szilágyi Norbert, Szerbusz Norbé. Sziasztok, köszönjük a lehetőséget és Csorba István, alias Szani, mm. akkor szervusz! Én is köszöntök mindenkit, és természetesen benneteket is, nézőket, hallgatókat, mindenkit, kiskutyákat, macskákat. És Jó, akkor, hogy miért is így, miért ebben a négyes kombóban ülünk, és fogunk beszélgetni, azt azért mindenképpen el kéne mondani, hogy körülbelül egy-két hónapja? Két ja, hónapja. Januárban, januárban, van januárban van. igen. Ti megkaptatok bennünket egy film klasszikusok, klasszikusok újra nézve címen futó saját produkciótokba ugye, és hát ugye mondjuk Norbi, te más ágon is működsz ugye a Borostyán produkciós iroda által, tehát itt tévézel, interjúkat készítesz Debrecenben, Szenét pedig egy YouTube csatornát működtet, és a ti kombinációt abban működik ugye a klasszikusok újra nézve, ebben hitatott bennünket ugye akkor két hónapja, nagyjából januárban, és ott pedig Finchernek a hetedik című filmjéről beszélgettünk eléggé kivesézően, már hogyha ilyen szó lehet. Igen. Nem akartam fejlevágósan mondani, de mindegy, így is Körökös, lehet. A fejetlenül. A taktikát a, a mi is kiveséztük a Abszolút. témát. Abszolút. pont annak apropójaként gondoltunk arra, hogy akkor gyertek el hozzánk és akkor dumágassunk szintén filmekről azért, értágító belül uh, annyiban más ez a mai beszélgetés, hogy nem egy konkrét filmről fogunk ugye diskurálni, hanem egy rendezőről és a munkásságáról. Vagyis most ti alkalmazkodtok a mi műsor struktúránkhoz, <laughs> igen, igen. mert mi már készítettünk ilyen jellegű filmes Így van. És hogyha már rendező, akkor annak az apropó is, hogy uh, hát a villeneuve esett a választás, hiszen most futottak be, vagy futott be nemrég a mozikba ugye a legfrissebb, uh, legújabb filmje, a Dűne második része erről is fogunk beszélgetni ebben a podcastben, viszont azért rágjuk át magunkat, az, hát nem az élet útján, inkább a filmográfiáján picit, akkor villeneuve és uh, lássuk azt, hogy uh, miért, mondhatnám azt, hogy ha Fincher is akár Nolan, akkor talán a harmadik, számomra legalábbis személyes, szubjektív módon Villeneuve az a rendező, napjánk rendezője, akit talán ebbe a hármas fogadba még sorolnék, bár nyilván rengeteg a különbség közöttük, de ha már volt Fincher és volt Nolan, akkor nekem még inkább Villeneuve. Ezt tudnám elő, elő zárójelben mondani akkor. Én csak annyiban egészíteném ki, hogy a, hogy a, hogy a Finchert inkább félre ten, hogy tudnék egy másik rendezőt, akit párba állítottunk Nolennel a Nolan es adásban, az pedig Darren Aronofsky, akik ugyanabban az évben jelent meg szinte az első három filmjük, és, és ugye Vilnövnek is ugyancsak 98-as az első alkotása, úgyhogy inkább őt tenném Fincher helyett ide, de amúgy a, a látványviláguk azért úgy, illetve a, a meglátásaik azért hasonlóak a világról. Van egy kifejező, bocsánat, hogy akkor egy angol kifejezés a Uh, nem tudom, hogy jól lejtem a -e? visionary director kategória? Hát Vilna az szintén az, és mondjuk Nolan is az, meg Finchel is az, és Aronofsky is azért az. Tehát, hogy akkor így megklappol. Srácok, mit gondoltok Villeneuve-ről Akkor megkérdezzek benneteket, jó? Vagy mikor találkoztatok vele először? Norvikám, kezded, vagy kezdjem, mert ez nagyon-nagyon-nagyon szomorú sztori lesz. de megható. Hát először is köszönöm szépen, hogy megkaptam Elvissza. a lehetőséget. Tehát köszönöm az a helyzet, hogy ezért kérdeztem, hogy milyen hosszú a műsoridő, mert most ezt... Tehát akkor én nem most mi kimehettünk és... Ne, nem, nem, azért annyira nem szeretném messziről kezdeni, tehát... Ö... Az egy másik sportember, 1958-at írunk, amikor még úgy gondolták, hogy a kutyatenyésztés után gyereket vállalnak. Egy tehát ekkor született, meg... ekkor született meg az ötlet, hogy jó lenne egy gyerek. Tehát én gondolkodtam, hogy világ... Na, mindegy. Kérdésedre válaszolva, ö, én nagy filmfogyasztó vagyok, egész kicsi korom óta, tehát valahogy én úgy érzem, hogy amikor én kölyök voltam, meg, meg tizenéves, akkor ezek a besorolások, hogy hány éves kortól lehet valamit nézni, vagy le voltak ö, takarva a videókazettán, vagy mivel egyébként is másolt kazetta volt, tehát senki nem tudott róla. Csak annyit szeretnék ebből kihozni, hogy én 10 éves koromban is láttam felnőtt tartalmú filmeket, és most nem arra gondolok, amire ti gondoltok, hanem hogy ott az élet plusz 16, plusz 18 a, a szülők furcsán néztek, hogy a barlagás, az órdás is lehet, Babilon blue tele van máshol van, mint de innen azért nehéz. Én, és tényleg minden viccet félretéve, én 82-es vagyok, tehát így be lehet lőni, hogy ugye Vilnőnek, ez, ez, a franciám az borzasztó, jó? Düne-Villeneuve. Döni. Néma-V a végén, vagy. vagy... Uh, nem, nem. Döni-Villeneuve. Nevezzük Villeneuve. Döni-nek, jó? Denis. Tehát, hogy vagyunk annyira jóba vele. Egyetlen írásos. Ne, egyetlen egy olyan hivatalos dokumentum sincs, ami ezt tagadná. Jós, hogy, nem, mi hogy, jó jó, hogy mi jóban vagyunk. Tehát, tehát ugye a sivatag románca az a 98-as első, úgymond bejegyzett filmem, amiben. Filmje, igen. Nagy játékfilm, igen. És ugye, hogyha az ember kicsit utána néz, ugye, mint rendező és forgatókönyvíró is. Volt ebben a, ebben a műben, viszont ez, hogyha most megnéznénk a teljes útját, mondjuk bezáróan, akkor az általad is említett dűnek kettő ö, ideig, azt hiszem, gyönyörű ívet mutat, viszont nem feltétlenül egységes ez az út, mm -hmm. tehát nem lehet. Nem lehet azt mondani, hogy igen, ez az ő stílusa, vagy hogy meglátsz egy jelenetet belőle, és akkor ez, ez annyira jellemző rá. Tehát itt gondolom, fogunk most elég sok filmjéről beszélni, és hogyha ezeket végigvesszük, akkor látszani fog, hogy nagyon sok mindenben próbálta ő magát. Borzasztó nagy. Fába vágta a fejszét, és minden poént félretéve az elejéről, tehát én ezt csak azért vezettem így föl, mert én kölyökkoromban játszottam a Dűne című ját, stratégiai játékkal, és már ott annyira bevonzott engem ez az egész, ez az egész világ, hogy én annak idején bár nem tehát nem 84-es volt, azt hiszem, az első dűne. Igen. Abban még, abban még, igen. És ugye még Sting volt benne, már mint az énekes Sting. Én, én azt is nagyon szerettem, mert valamit átadott a, a, a bolygó hangulatából, a nagy házak közti csatából, a fűszer után. Akkor én... neked ez az első lényegében hát nyilván nem a Villeneuve élményed, de akkor egyfajta kötődés Villeneuvehöz, ha jól értem? Hát ilyen jellegű kötődés igen, de hogyha... Már akkor is tudtad, hogy ő fogja majd rendezni. Nagyon na jó, hát, igen, ezt én igen, lebuktam, de hogyha megnézem azokat a filmeket, amiket amiket ő rendezett, és amikről most fogunk, szót fogunk ejteni, akkor én az érkezéssel kezdtem. Ami egy 16-os film, és nagyon őszinte leszek hozzátok, tehát és megint csak azért mondtam el, hogy rengeteg és filmet láttam. Hozzánk. Igen, mindenkihez. Mert nagyon sokszor én olyan fogyasztó voltam, hogy nem néztem mögé tehát egyszerűen pontosan azért nem akartam tudni, hogy ki, ki játszik benne, hogy az újdonság hatása az ne, az újdonság hatásával tudjak nézni mindent, ne, ne befolyásoljon az, hogy ez egy döni film lesz, ezt ez, ez meg kell nézni. Nyilván így 40 felett már másképp állok hozzá, mert szelektálni kell a mai ö, tressekből, de akkor főleg, amiután mondtátok, hogy, hogy egyáltalán hová jöjjünk, és mi, miből készüljünk, akkor kezdtünk el Szanival is gondolkodni azon, hogy hány filmet láttunk mi tőle, hány filmet nem láttunk tőle, és hány filmet kell megnézni ahhoz, hogy egyáltalán kialakuljon az emberben vélemény. Kialakulhasson az emberben egy vélemény egy rendezőről. Az meg úgy látsz egy gyívet egyáltalán, ugye a múltból idáig. Igen, hogy a, igen. Hova fejlődött, hova romlott esetleg. Nyilván nekünk is kellett egy gyívet. most hogy most láttam kettőt a tizen, mennyi 11, volt tizenegy? az nyilván az nem ad képet, mert minden rendezőnek van egy-két olyan filmje, ami esetleg nem az a stílus, mint a többi. És lehet, hogy én kifogtam azokat. Most akár itt, ha csak a fogságban nézzük, majd beszélünk róla. Az, az, nekem nem tipikus mi, önök. Uh -huh, Például uh -huh. minden, minden esetre én imádom az ilyen rabló stílereket, de most, ha csak azt láttam volna, azzal nem kapok képet a rendező stílusáról szerintem. Tehát mindenképpen úgy készültünk Norbival, hogy átnéztük a filmeket. Én is néztem most az elmúlt héten négyet, megnéztem a régebbiekből, amiket eddig nem láttam, illetve újra néztem. Pont azokról mert... nem fogunk annyira láttam. beszélni bővebben. Én pont azokat láttam, nem probléma, Norbi nagyon jó beszélőkével rendelkezik, de majd azért nyilván elmondom a véleményem, de ö... Ettől függetlenül nyilván azért próbáltunk így egy ívet adni ennek a dolognak. Norbi is nézett meg filmet, olyat is volt, amit meg is nézett tényleg, ugye? És befejezve a gondolatomat, és mielőtt bárki... Be is zárom, köszönöm. Norbit, Igazából te... csak annyit szerettem volna kihozni az egészből, hogy beszélünk majd, ahogy említettük, külön-külön is a filmekről, de lehet, hogy én most leszek a negatív. Én úgy látom, hogy bár egy, egy vérprofiról van szó, és egy ezt már sokszor használtuk ezt a szót, hogy, hogy, hogy ilyen. Ö, segítsetek ki ezzel a szóval, tehát ilyen száz százalékra törő maximalista. Hát ma Köszönöm szépen. Igen. igen, régen láttam a. a... Mindegy. Új találkozás. Nem, a Gladiátort láttam régen, volt a... a Maximus. Maximus, ez nem, nem ugrott be. Én nagyon szeretem, nem tudom azt mondani, hogy a kedvenc rendezőm, rengeteg nagyon jó filmje van, még egyszer, és szerintem le is zárnám a gondolataimat, mehetünk is haza, mert nekem az az érzésem, hogy nincsen jelen pillanatban, nincsen még olyan stílus, amiről egy jelenetből azt lehetne mondani. És itt, hogyha az 1-2-3-4, az elmúlt 5-6-7 filmjéről beszélünk, akkor sem tudom azt mondani, hogy ez annyira stílusos. Ez azért szerintem nagyon jó, legalábbis én valahogy ezen gondolkodtam, hogy nagyon örülök ennek, hogy ő még csak 57 éves. Tehát, vagy hogy, lesz idén. Vagy lesz idén, igen. Októberi születésű, 67-es egyébként Kanadában született, tra Rivières nevű településen, Zsanti, Quebec. Ez volt Vélnövről így röviden. De tényleg, tehát 57 éves lesz idén, tehát egy lényegében fiatal rendezőről beszélünk, akárhogy is nézve és így is van már mögötte 11 nagy játékfilm, és reméljük, hogy előtte van még legalább ennyi. Tehát, hogyha nincs is kiforva, még nincs az a vilnövösség még meg benne, mint hogy van, van egy nolenesség már, vagy egy fincseres attitűd, vagy műfai stílus, de itt, ha megnézzük a listában is akár, mondjuk az érkezés óta fölfele csak egyfajta intelligens science fiction, filozofikus science fiction tematikát fogott ő meg magának. Hogy ez mennyiben folytatólagos, vagy igen, hogy marad -e ez, nem tudom, de hogyha ha nem is marad meg műfajra mondjuk a science fictionnél, akkor is valószínűleg már halad a felé a kiforrottság felé, amire még nem tudunk rá is talán. És most remélem, hogy szidni fog bennünket előbb-utóbb vélnöm is. Akár, nem feltétlenül kell minden rendező kiforjon, és mondjuk tarantino legyen, ez is és mindig ugyanazt várjuk el tőle. Úgyhogy Norbival annyiban egyetértek, hogy nekem se a kedvenc rendezőm, viszont ha hallom, hogy jön egy film, akkor biztos meg fogom nézni. Illetve akkor szerintem folytassuk ott, hogy te mikor találkoztál igen. először, melyik filmét láttad először. Már is addig ki is találom, mert most hirtelen gondolkodnom kell, csak tényleg ez az ívhez annyit, hogy nekem az a fura ellentét a többi rendezőhöz képest, hogy nekem pont ő indult el a művész vonaltól egy kicsit a fogyaszthatóbb vonalig. Ugye uh -huh. inkább azért hogy a mostani film, hogy már inkább közönség filmesebbek, egyért, a nem, egyért, én meg a régebbieket nem, kezdtem nézni, és azért ott meglepődtem, nem feltétlenül jó irányba egyébként, de nyilván most ez... Illetve ez is kicsit 50-50 katek vagy nem tudom, mm. tett, hogy... De mondjuk nyugodtan tovább. most csak, hogy más rendezők azért kezdenek inkább öregségükre elvontabbak lenni, most ha megnézzük, akár Nolennek is azért most kezdtek már olyan kicsit furább filmje is lenne az utóbbi időben. Neki meg most jönnek már ezek a kicsit tényleg a közönséghez szóló filmjei, nyilván lesz ez még másképp is. Hogy én mikor találkoztam vele először, az a legdurvább egyébként, mikor indítottuk a csatornát, abszolút nem voltam egy nagy film szakértő, most se vagyok, jelzem, tehát ez egy olyan filmcsatorna, hogy mi, mint emberek beszélgetünk, és próbálunk a többiekkel is így kontaktálni. Akivel csináltam, ő viszont igen, Tomi barátom, ő ugye filmszínházi vezető, ő nyilván ismerte névről a rendezőt. Én például a Fogságban című filmet láttam szerintem tőle először, vagy az érkezést, a kettő közül valamelyiket. Az érkezést, ha láttam is, biztos, hogy végig valami miatt. És uh, Tomi barátom, akivel csináltam annól ezeket a műsorokat, mindig, hogy mekkora film, milyen fordulat, úristen, meg stb. Ami azt a fogság vagy az érkezés? Az érkezés, az érkezés, az az érkezés. Család, igen. Én. Tehát lehet, hogy azt hamarabb láttam, csak nem fogtam fel, hogy én azt láttam. És én azt sem tudtam, hogy azt kirendeztem meg. Őszinte leszek, nem is érdekelt és csináltuk ezeket a műsorokat, és volt egy-két kommentelünk, aki, hát igen, a vélnöv, így a vélnöv, úgy, én azt sem tudom, hogy a francot beszélgetnek nekem a Forma 1 most engem nem a nagyon lehet, nem világbajnok még a szóban, És hogy hát a vélnöv, és akkor Tomi mondta, hogy hát igen, ő rendezte a fogságban, ő rendezte az érkezés meg akkor mondok még egy pár <coughs> címet. Ja, mondom, jó, de tudod, így félváról, így oké, okay, annyira nem érdekel. Utána már nyilván, ahogy jött a dűne, hype az első résznél, ott már azért felfigyelt az ember jobban a nevére, Nyilván ott már a hétköznapi emberek is, akiket tényleg nem érdekel, hogy kirendez egy filmet, ők is hallották azért sűrűbben ezt, meg főleg most a TikTok világában, a social médiában azért nyomják ezt elég erősen. És ö, utána már én is elkezdtem kicsit tudatosabban nézni ezeket a dolgokat, de még mindig nem annyira, mint most emiatt a mai nap miatt az elmúlt héten. Tehát nekem egészen biztos, hogy a teljes filmém a fogságban volt az első, amúgy meg az érkezés csak nekem az úgy kimaradt. Azt is most néztem meg egyébként két héttel ezelőtt újra. Uh -huh, tudván uh -huh. a fordulatokat, tudván azt, hogy miről szól a film nyilván, de most életben állom ez a film például, és de nekem a fogságban az, 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 az biztos, hogy az volt az első olyan, ami meg is maradt. Ami érdekes, amit mondtál arról, hogy akkor mennyire közönségfilmek ezek már, amiket jelenleg vagy utóbbi években rendezett, vagy Ilyen blockbuster mondjuk nem nem sütném rá mert azért az kicsit megint más a blockbuster Há, sőt. Ne, nem nem olyan kép, nem olyan Bocsás meg én igen. hallottam és nem, nem akar, és nem fogok mindig a szabadba vágni. Nagyon sok kommentet és nagyon sok kritikát néztem meg most a Dűnével kapcsolatosan, mm -hmm, főleg a második részsel kapcsolatosan, bár ennek is van egy éve, tehát ebbe is belemehetünk majd egy picikét jobban. De intelligens blockbuster, ezt a szót használták, hmm. és nekem ez nagyon tetszik. Még azt látom fogadni, igen. Intelligens, tehát hogy, hogy nem megmaradva a CGI Roban dömping minden mellett, és hogy ebből eskod. akarjuk lehúzni a 16. DC, vagy a 16. bármilyen akciófilmet, hanem egy gyönyörű történetet bemutató, gyönyörű ö, érzelmi szálakat is bele, vív, be, 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 bele... építő, építő. Ö, hosszú történetről van szó, amihez az emberek azt hiszik például a két, a Marvel és a DC Univerzum, hogy ez most nagyon menni fog, csak ott például, és most nem akarok eltérni a tártól, de ott meg már az az érzésem, hogy ki, ki növi magát, és mivel már mindenhol a multiverzumot hozzák be azért, hogy plusz új szálakat tudjanak beépíteni, ezért már, én meg már ezért unom. Itt viszont meg tudsz maradni a, 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 a fűszer körül, meg van a, a, tehát hogy valahogy másképp. Igen. Igen. A fű meg a száraz. Igen. Igen, tehát akkor, akkor jó, de ez teljesen jó ez a megfogalmazás, hogy intelligens blockbuster, ez így de szerintem igen, ül ügyet. akkor ilyen értelemben abszolút. És akkor ellentében, amit mondtál, ugye ez az ív, hogy mondjuk a, a művészi vonaltól föl, hát nem fölfelé, hanem nem inkább abba az irányba, hogy akkor egy intelligens blockbuster felé menjünk el, Ugye akkor menjünk vissza, egész 98 cigit mágazatos hivatag romance-a, mint cím, ugye az E. Tehát... Erre, erre kíváncsian vissza akartam kérdezni, mert én még nem találkoztam ennek a filmnek a magyar címével. Azt hittem, valami teljesen más említett. Nekem meg az angol címe nem úgy beírta le, vagy, hát, vagy a francia címe, bocsánat. Augustus 32-e a Földön, tehát De így, itt így, van, a francia így, így lenne hát. a már még un... kanadai. Augustus, nem, nem angol címét mondtam magyarra lefordítva. Ugyanaz, tehát ö, nem tudom kiejteni, de annyit tudok francia, hogy ugyanazt jelent, tehát augusztus 32-ig igen, a igen, földön. Igen, igen, És ilyen gyönyörű magyar fordítása van, hogy a sivatag románca, igen. Csak arra akartunk, ami francia címe van még, hogy ezek még úgymond nem hollywoodi amerikai filmek, és aztán majd csöppen bele ő is később ugye Hollywoodba, meg Amerikába, hogyha lehet így fogalmazni. Ugye, megérkezik. Vagy megérkezik, igen. Ugye 98-as a Sivatag Románca, azzal a szép francia vagy angol megfogalmazású névvel. Magyar. Magyar. Akkor ugye, és akkor persze lehet szót ejteni a Sivatag Románcáról külön még. Ugye 2000-es rá két évre a Melström, hogyha jól ejtem ennek a címét. Melström, bocsás rá kilenc évre, tehát eltelik kilenc év, és 2009-ben jelentik meg a Politechnik című filmje, Most szintén nagyjáték filmje, hogy aztán beinduljon a pörgés. Tehát, hogy ott valami történt ott kilenc év de nem tudom, mi történt, vagy mi lehet ott. Mondták neki, hogy lehetne ezzel foglalkozzon, aztán csak magát, hogy mégis. Mondták neki, hogy a port jobban bírják, de aztán, aztán valami mégis ávetett. Kis játék be volt producer, ezért mert nem mert nagyba belekezdeni. Ott, Olvastál ilyesmit róla? Így, reklám, filmeket. Filmeket, így van, így van, így van, így van, Nagyon sok magyar rendezőnél is láttam. Reklámfilmek és mellékrendezőként is filmek. is filmek. Így van, így van, így van. És hogyha megnézzük, amiket te is említettél, és utána akár a fogságban ellenség, a szikárió érkezés, tehát hogyha megnézitek, kicsikét útkeresésbe van szerintem. És... Nem láttam a sivatag románcát, nagyon sokat olvastam utána, nem vitrá a lélek, megmondom nektek őszintén, de, de az egy egyszerű romantikus film. Kicsit elvont És kicsit elvont, kicsit elnyújtott dolgokkal, és legjobb tudomásom szerint, most javítsatok ki, de hogy nagyon nem is lett díjazva se, szóval a, hogyha nem ő rendezte A volna. elismerés, hogy Kámba lett bemutatva a 98 de ennyi. Tehát így de ennyi. van, így van. Hát a, az, azért az, az már nem olyan, az nem olyan az jó, csak úgy Egy első legyen. filmesnek tehát... Jó, igen, igen. Igen, igen. igen elismerés nyilván. Egyébként cáfoljatok meg, nem vagyok tényleg vagyok szakértő, semmilyen szinten, de nekem mintha az elején az az útkeresés egy kicsit mintha a lincses irány lett volna. Egy kicsit a nagyon elvont, most akár az ellenség tekintetében ott azért volt egy ilyen nagyon elvontas vagy kicsit Doni darko nekem ugye, hogyha már Gillian ugye ott volt. <gül> <gül> az, az, a nézed, most mi, 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 van, vagy mi, hogy? Nekem nincs volt ez egy kicsit egy ideig, hogy, hogy mintha jórnan indult volna le egy picit. Mondom, az sivatag románcáról nem tudok nyilatkozni, hanem így a politektől indulva. Kicsit a többé próbált ezen vagy nagyon tudatosan művészteni, vagy így jött neki össze, és erre mondtam azt, hogy ugye mára már ez az év, ez nem itt tart, de, de nekem egy kicsit ilyen lincses Ihletésűek voltak ezek szerintem. Vagy nem tudom, ez lehet, hogy csak az évi hülyeségem persze. Én is a fogságban láttam legelőször tőle, és ugyancsak fogalmam se volt, hogy ki ez a rendező, mivel nem láttam még előző filmjeit, a későbbieket, mm -hmm. meg logikai alapon, meg pláne nem. És nekem akkor annyira nem tetszett az a film, tehát annyira nem fogott meg, pedig igencsak nagy volt a hype-ja. Inkább a, inkább a Sikárió volt az első vilnövös élményem. Mert hogy az a filmje már nagyon bejött. És az nagyon megfogott ezek szerint? Így van, így van. és utána Mennyire mások vagyunk, azért az így, főleg, hogy utána, is, ut utána kezdtem el uh, uh, átfogalmazni a róla alkotott véleményemet, és akkor jöttem rá, hogy kimaradt egy filmje, ugye ez az enemi, vagy az Ellenség, ugye uh -huh. ez a magyar ember. ember más, igen. Ember más? Jobb, Ellenség néven is jött a ki. Mindegy, szóval az, 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 az Enemie című, című 14-es filmje, ami ugye párhuzamosan forgott a, a fogságbannal, az már teljesen más élményt adott, és így a három film után így én is kapkodtam a fejem, hogy most, hogy most Melyik ő? ki is ez a fickó, <laughs> vagy mit is akar. Utána az érkezés az már szintén egy negyedik féle dimenziót nyitott ki, illetve teljesen más világot mutatott meg magából a, a Döni. De 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 az érkezés az az, végül is azt az döntette el velem, hogy én erre a fickóra kíváncsi vagyok. És utána, utána már az izé jött, a izé nem a szárnyas fejvadász. A szárnyas fejvadász, ami, 45. ami hát azt majd Lórinak hagyom, mert ő, ő, ő neki nagy kedvence mm. a, a szárnyas fejvadász, ugye az eredeti, és ehhez is különleges úton, módon nyúlt hozzá, mert ugye megtehette volna azt is, hogy, hogy csinálnak ebből is egy riméket, mint a, mint a dűnéből, mert ez is engedi szerintem hát, a vagy a tematikája. egy szar hát vagy, hát vagy, egy szar folytatást, ő, 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 inkább ezt a B-verziót választotta, saját képére formálta, már ha beszélhetünk ennyi, ennyi élményről, hogyha négy film négy élményt ad, akkor itt, itt azért mégiscsak érződött a, a az ő stílusjegye hogy aztán következzenek majd aztán a dűnék, ugye? De vajon nem az a legjobb akkor benne? Pont, hogy mondod ezt jut eszembe, hogy annyi, tehát mondjuk jó, akkor a fogságbantól napjainkék, hogy annyi féle dologhoz nyúlt, megrendezett, hogy mindegyik a maga nemében nagyon jó akár. Tehát, hogy Igen, ez nem lehet egy gyönyörködtető változatosság például? Miért le lehet ezt tenni amúgy tényleg, hogy egy rendezőt felismersz mindenből, de zeneileg, ha nézzük, Anó Gigi D'Agostino volt az, hogy ha az ő zenéje volt, tudtad, hogy az az övé, mert az annyira az övé volt. Lehet, hogy nem az a jó irány. Lehet, hogy ez, hogy négy filmből négy különböző is meg tudod csinálni, hogy mondjuk, az alapvetően jó filmnek számítanak, akkor a, lehet, hogy az picit többet jelent annál, mint hogy felismerhető stílus, ami lehet lineárisan megy előre. Tehát nem tudom, te lehet, te is ezt akartad mondani, vagy el akartál mondani valamit, de, de nem biztos, hogy ez baj, hogy ennyire különböző az a négy film. Mm -hmm. ne? Nem, én, én az egészet szerettem volna summázni egy picit, és szaladjunk ha. már gyorsan végig, mert az augusztus 32 az egy, egy melankólikus szerelmi film. A Maeström, mert azt mondjátok meg ti, hogy az hova sorolnátok. Nem az, az a büdös har nem. Vannak is ilyesmi mindenek de, de szintén egy romantikus. Van -e? Hát van egy ilyen misztikus fantasy. M misztikus vonal, igen, de egyébként egy romantikus igen. könnyedet És dolog. Is egy óriási csavarral a végén. Igen, igen. tehát igen, tehát például a több kritika arra a irányult, hogy, hogy akár ez a stílus jegye, hogy a végén mindig van mm -hmm. egy nagy sova, de nincsen, tehát nem mindegyiknél van. Nem, nem. Tehát bocsánat, csak hogy tényleg akkor igen, ne végén. essünk ki a ritmusból. Igen, akkor a nagy és sova, mint amikor mondják sokszor, igen. Utána jött a politechnik, ami picit kilóg a sorból, ö, olyan szempontból, hogy egy ö, megtörtént eseményeket, egy fél dokumentumfilmről beszélünk, még hogyha ez így nem is igaz, de, de adott volt az egész történet, és a Erről majd tudok beszélni. Mm. És ugye itt a forgatókönyvet is ő írta, és a rendezője is ő volt. Ezután jött a felperzselt föld, ami megint csak egy inkább mm. ö, romantikus, Csale ö, hát, borsz, hát, itt... nem úgy ér, érzelemdús, bocsánat, családatlan mondás. Dráma is ugyanakkor, ha belegondolsz. Tehát... Szerintem az egy kőkemény dráma, azt nem Vagy kell. Igen. Relativizálni ezt. Ah. Az nem a család miatt érde, jövő, éreztem jó. ezt, bocsánat. És ezután jön a, a fogságban ami egy kriminek mondható, Hát, thriller. Hát igen. pszichotrillernek az, hát az, az, Igen, Az klasszik simán. Az a stílusban elkészült ember abból, hogy gyerek Oké, okay. ezután jön az ellenség, vagy enemy. Hát itt, mm. igen, ez, segítsetek ezekbe a... Itt is thrillerről beszélünk. Kategória. Hát, thriller, ez is, igen. triller kategória. A szikáriót te hová sorolnád? Mert, mert itt megint van egy hát olyan... itt, itt, itt már több, több dolog, itt akár az akció... akció trailer, is, politikai trailer igen. akár igen, belefér. Igen. Mafia És maffia téma, tehát uh, akció-maffia trailer. Sokkal hagyományosabb <laughs> egyébként, tehát is hagyományosabb ilyen akciófilm Igen. Igen. De durvább, ha hagyományosabb, Mint. de mégse. Szerint... Igen, de azért egy pörgősebb dologról van Szó. Abszolút. Tehát megint egy másik egy újabb stílus. Meg kapsz egy Utána ott is az a, Hát Most ott azért tetszik. már megérett Igen. arra, hogy hogyan kategóriás. Hát jó. Hát a fogságban kezdve kezdve azért Igen, már más, állal, megben, hát De azért Hugh Jackman a kategória. fogságban. Tehát a Hugh Jackman azelőtt még nem volt annyira föl. Azelőtt felkapott. már volt a John Hugh Jackman. Persze, meg több más filmben is. Ausztrália. Persze. Ausztrália. Jó, Ausztrália. Én jó. jót gondoltam, megemlítem. De ez Nikol Kidman. A másik. Ez uh, Ezt te... majd kivágjuk, jó, igen. Okay. <laughs> a kengurut. A kengurut, igen. Tehát azért a Hugh Jackman, a Hugh Jackman. Yeah, igen, igen, bocsánat. Olyan. Tehát, hogy... De de, de a Hugh Grant, van. igen. Igen, tehát azért már benne volt a pakliban, tehát benne, benne volt, volt a benne volt, de... forgásban, fogságban. A fogságban, utána a fogságban is benne van, igen. <laughs> annyira érdekelne majd a véleményetek ezzel kapcsolatban, hogy ő most negatív vagy, vagy pozitív karakter volt ebben. ebben nem? Hát Beszélünk róla mindenképpen. Igen? Aztán mondtam, hogy igen. igen csak, csak Jó, fejezzük be az ívet akkor. igen, az ívet. Én. Uh, az ívet. az érkezés az megint egy nagyon érdekes történet, mert, mert például barátaimmal beszélgettünk erről, és nekik annyira a sci-fi, és nyilván egy science fictionről van szó, de a, a, az, eh, akár a társadalmi vagy az emberek közti kommunikáció számomra annyira furcsa volt, és olyan érdekes társadalom kritikai dolgokat fogalmaz meg, hogy egyáltalán tényleg, ugye említettétek itt a ne nézz fel dolgok, tehát ha idejönnének a, a, az idegenek, akkor mi lenne az első? Ki, tehát, ki hogy reagál igen, egyáltalán? Igen, hogy, hogy mennyi az most az üzemanyag. Tehát hogy, mm. tehát hogy mik a legfontosabb dolgok, hogy akkor most Abszolút. fegyver, hogy egyáltalán tudják ők, hogy mi az a fegyver, egyáltalán tudnak ők, feltételes módban beszél, szóval ez, ez nagyon furcsa volt. Tehát számomra nem a szifi jellege volt, tehát az, hogy oktopidok, mik volt, um, mindegy. Mindegy, tehát... Igen, mindjárt a... mondom. Jó. Igen. A Blade Runner viszont, ahogy már említettétek, hogy neked nagy kedvenced, ez egy borzasztó nagy fa az ő fejszének, mert lehetett volna borzasztó. Tehát, hogy itt, itt már kérdés volt, az, hogy tud-e egy olyan folytatást csinálni, ami nem folytatás, de mégis méltó a a Blade runner -hez. és mert ha nem, akkor lehet, hogy örökre elírja magát. Mi az vagy ki tudja? De ott nagyon volt egy elvárás is már, ugye? Mert hát ott, ott volt, van egy ott egy hozzá hatalmas. Hozzá. tehát nem véletlenül nem mert senki hozzá oh, hát, itt. A... azért Igen mintha, vagy valami ilyesmi volt. Nem emlékszem, hogy hány, hány lábú. Hét. hét, hét. Hepto. Heptapod. He, akkor heptapod, jó. Igen, bocsánat, csak most a Igen. Többet. És utána jött az a, a dűne egy-kettő, ami meg megint Hata, egy. Még hatalmasabb? Még hatalmasabb, sokkal nagyobb elvárással. És én mondom, ezt tudom már gyerekkorom óta, hogy más szemszögből miért van rengeteg rajongója de amióta utána olvastam, azóta tudom, hogy ha erről külön fogunk beszélni, akkor ebben nem mennék bele, de, de nagyon érdekes dolgokat tudtam meg erről. Akkor legyen a fogságban. Jó? Hogyha már mondtad, is beszélünk erről, hogy akkor az valójában meg gonosz -e ő, meg nem gonosz, negatíve, nem, nem negatív. Azt már, az már elhangzott, azt hiszem, hogy nyilván hogy de mindenféleképpen, tehát 2013 ban meg a fogságban, és az NMI is, hogy ellenség, vagy mi Ember volt a más? más? Ember más címmel és párhuzamosan forgott a két film, tehát párhuzamosan rendezett két filmet, és ugye közös az egyik főszereplő Jéka is. Jake volt, dolgozott, akkor én tehát, hogy én nem tudom, hogy a skizofénia az ellenségbe, az enemből onnan jönne, hogy ő amúgy is duek két... Ott még játszott, tehát három filmben játszok, Kér, ilyen, tehát ilyen nagyon multi uh, skizoid állapot legyen szegény fickónak, ami meglátszik a fogságban rajta és akkor fogságba. se. tényleg egy ilyen ki. Most, hogy mondod, ott, ott egy -e? nagyon kaptam, most, tehát hogy még tikkel is a... folyamatosan a film során. Karikások a személy rendes. Abszolút. Lehet, volt. Tidet kifárasztott el ki ezt kell. Lehet, lehet. Nem, nem mondta el neki. És fogságba tartottak. Az első 20 perc elég. után nekem rá, én rájöttem, koltait utánozza. Ah. Nem ültem, miért? Kedves, Vagy a Szóval, ahogy mondhatok, hogy lehet, hogy az is, hogy akkor a fogságban is egy ilyen több műfajú, több rétegű film. Tehát ott van benne a dráma, a családi dráma akár, benne van a Benne van egyfajta ilyen neo-noir hangulat, esik az eső sokat, J. hogy nyomozóként ül az autójában, is, hogy elmélkedik, ugye, tikkel közben. Tehát ez egy, az a klasszikus nyomozó megvan benne ilyen értelemben, ugye? Ott van a, a, a thriller, a pszichotriller kombináció, ugye, hogy végül is mi történik, egy nyomozás zajlik le, emberrablás, hát az nagyon durva. Igen, van, igen. A többiek. Ugyanakkor pedig ott van benne egyfajta, tehát olyan túlmutató, nyilván ezzel mind bele lehet mondani, egy olyan ezen, mint túlmutató, és nem is tudom elképzelni valójában, aki édesappa, most rád nézek, hogy bocsánat, de hogy aki appá ezt valószínűleg jobban át tudná, vagy tudhatja, tudná érezni, hogy mi történ egy ilyen esetben, mint ami a fogságban történik, hogy is jönnek a morális az kérdések? Olyan. Ugye, hogy önbíráskodás az az egyetlen trauma és tehetetlenség érzet, amiben az anya szinte beleürül a filmben, az apa tehetetlenségével szinte ő is majd hogy nem beleürül, és önbíráskodásba megy át, ugye? holott a másik család, ugye a barátaik, akinek szinte ugyanaz a helyzet áll fent elroblás, ők megint másképp reagálják ezt le valahogy, vagy valamilyen módon. Tehát, hogy emberek és emberek is különböznek, nem lehet mintákat ráhúzni egy-egy esetre vagy emberekre. Tehát, hogy nagyon szertágazó az egész is, pont emiatt nagyon brutális is a, mm. és a végjátékon nem is beszélve tehát, hogy van két olyan pszichopata arcunk, akik is a filmben, holott. Tehát, és az a két színész, nem teszem be a nevük, mert furcsa nevük is van egy picit, nem jut eszembe a két fickónak a neve, ugye, akit ő kínosz például, szerintem nyugodtan spoilerezhetünk. No, Nagyon, volt, Nagyon tehát nyugod... Igen. Nyugodtan spoilerezhetünk szerintem, mert ezek már nem mai filmek. Mondjuk majd esetleg a dűnek kapcsán ne spoilerezzünk a végén felé, a másik rész kapcsán, de amúgy Azt nyugodtan lehet orva szájba. A jó, postás ott, a postás volt. A postás, volt. A postás volt. De, hogy Tehát, a... hogy nyugodtan lehet orvos szájba jó? most nekem a fogságból ezt tudtam eszembe hirtelenében, tértek a szó. De egyébként tök jó, amit mondtál, mert pont ezt tetszik a fogságban, hogy most a való életből te is olvasol egy hírt, főleg most mennek ezek a pedofilakámik, ugye nyilván az ember hát, ha ez én gyerekemmel csinálna, akkor ezt meg ezt tenném. ugye ezt most halljuk. A másik megint Négy másképp bevágján. reagál. Akinek nincs gyereke, megint másképp reagál. Aki perofil nyilván megint másképp reagál. Itt ebben a filmben megkapjuk az összes ányalatból a, a demót. De megkapjuk azt, aki idegbeteg is megy, megkapjuk azt, akinek szintén elavolták a kislányát, de, de próbál mérleg, eleinte még úgy partner, de utána ő kihátrál, hogy bízzuk a hatóságokra, illetve megkapod a szemben álló oldalt, a hatóságot, aki tudja, hogy igaza van, és támogatná, de nem teheti meg, mert a törvény megköti a kezét. De közben Ez látom rajta, hogy egyébként igen. nyilván próbálja fékezni, meg de valahol megérti. Tehát tök jó, hogy ezeket az oldalakat egyszerre kapjuk meg, és itt egyszer, na én az lennék. Tehát meg tudom mutatni, hogy te melyiket képviselnéd ezek közül, mert ott van az összes. És minden mellett zseniálisan bele van építve a fordulat. Nem, tényleg én azt mondom, hogy ha valaki ezt először látja, és nem hallott egyáltalán róla, szerintem megfejthetetlen a film. Nekem, nekem, van egy pár ilyen. Nem szeretem azt, amikor, én nagyon szeretem a nagy fordulatos filmeket, de nem szeretem azt, amikor már a közepétől úgy úgy nagyjából rajta, vagy itt nem. Tehát itt annyira előttet a film, vagy elaltat, hogy, hogy teljesen arra gondolsz te is, hogy már tényleg megvan a elkövető, csak tényleg ki kell húzni belőle, nem, ugye látunk ilyeneket is, de, de ez zseniális a vége. Tehát most nem arra gondolok a legvégére, hogy most tavaly meghallotta -e, vagy nem hallotta -e, meg, tudod, az érdekel egyébként. Tehát felesleges is lett volna úgy befejezni, de eleve az elkövetés szintjén. Meg, hogy eleve már mit követett el az az illető, mert ugye arról is kapunk ö, betekintést. Tehát nekem ez tényleg tetszik, hogy az összes szituációt felvázolja nekünk, és Tudsz oldalt választani, még ha nem is kell. Mert mondjuk nekem nincs gyerekem, Nor Norbi nyilván megint máshogy reagálna. Én, ha hallanám, hogy ez történne, nyilván támogatnám, de nem tudnám átérezni azt a fájdalmat, amit egy szülő, ha éppen a kislány egyik pillanatról másikra elvész. Így van. Tehát -te -te nyilván máshogy dolgozzuk fel, és ez gyönyörűen szemléltető a film, és szerintem ez egy nagy kakuk tojásvilnőnek a, a, kara a karakterében, vagy a karakterisztikájában, és nekem meg ez a kedvencem. Hm. Abszolút, teljesen ez a kedvencem, csak felhozatalból. Na, mit mondasz? Norbert. És a legkommerszebb is talán. Te ebben a... Nem én kaptunk én egy filmet, amit nem kell agyalni. Nézed, nézed, de közben de tök jó. Már úgy értem, hogy nem kell megfejteni, a, nincs benne olyan megfejteni való tudományos vagy ember, tehát ja. gondolkozni, hogy most ez mi, mi történt, hanem kapsz egy filmet, ami olyan lineáris lefolyású, a oldalválasztós, morális rész az megvan, tehát azon kell agyalnod, de megkapod a filmet elejétől a végéig, megvan, fejtve, megvan. jó a végén az a kis pici kis kérdőjel, ami amúgy nem is kérdőjel, hogy egy picit odafigyel az ember, de úgy értem, hogy közönségbarát. Inkább akkor így mondanám, Kicsit komerszebb azért a De nem, nem nézőbarát akkor. <laughs> szóval, szóval lehet, hogy nekem pont ezért ez a kedvencem, mert lehet, én buta vagyok, és a többit nem is értettem. Mi az a sok homok meg kukac? Majd azt mondd már el. Szóval én, én nekem tényleg ez a, ez a favorit abszolút. Tematikájában én is nagyon szeretem, tehát, hogy nekem is. És feleségemmel együtt néztük, és ez mostanában, hogyha már említetted, ugye már a harmadik gyerekünket várjuk. Ez azért fontos, mert, mert ugye van egy csomó már több mint hat év gyakorlatilag, amióta úgy nagyon ritkák azok az esték, amikor mi közösen tudunk filmet nézni, magánéletbezárva. És, és, és úgy ültünk és néztük, és és én picikét előre haladva már láttam a filmet, de visszanéztem a feleségemmel, és kérdeztem, hogy szerinted, szerinted az Alex? Tehát ugye akit, akit... Tehát ugye van egy nagyon komoly fordulópont a filmben, amikor elrabolják az Alexet, a igen. gyanúsítottak vélt szellemileg visszamaradt. Tehát, sőt, amikor elrabolják, és szerintem az első ütés elindul. Mert hogyha elrabolják és akkor oda azt mondja a, elnézést a fekete Főszert, barátja, uh -huh. hogy figyelj, ez hülyeséget nem lehet csinálni ért meg ezért a börtönbe kerülsz, és jó, igazad van, visszavisszük, kidobjuk a, a, a nagynénje háza előtt, vagy hát most már kiderült, hogy nem a nagynénje, akkor lehet, hogy teljesen más irányt vesz a, vesz a történet. Viszont ott úgy elkezd egy egy negatív irányból hatni maga a karakter is, és megint csak itt ezen elkezd gondolkodni az ember szülőként, vagy nem szülőként is, hogy te meddig mész el? Te, te az ütések után behozod a kalapácsot, és szétcsapod a, a mosdókajlót, utána meddig mész el? Tehát, hogy Illetve Még építesz egy ott... kis zuhanyzót is külön, ugye, utána? Igen, igen, de hogy még mindig ott van, hogy mennyire vagy biztos abban, hogy tényleg mondott valamit? Mennyire vagy biztos benne, hogy ő tud valamit egyáltalán, hogy hol vannak a gyermekeid, hol van az első szülőd, vagy bocsánat, a második, mindegy, hol van a gyermeked? Ez, ez számomra nagyon érdekes volt, és igen, akár a morális, akár a, a minden része. Utána előjött az, hogy nyilván a, a nyomozót elkezdik hibáztatni, hogy engem figyelték közben, meg a lányomat kellett volna keresni. Tehát, tehát amikor nem tudsz jót Tehát tehetetlenség. Témet, is igen, ez nem mindig nem jellemző nem. a filmekben egyébként, hogyha vala, nem, de nem csak eltűnések változnak. Nem, bármi, szállni, hogy nem de... azt csinálják, amit kell, nem a dolgokat végzik, hanem engem cseszegetnek. Ugye ez minden film, nagyon sok ilyen filmben felmerül egyébként. Tehát az a hibáztatás, hogy valakire rá kell fognom, mert nyugodtabban a lelkem, hogyha. Igaz, hogy elrabolták a gyerekem, de nyilván én is hibás vagyok. Valamiért elvitték, egyedül hagytam. Kicsit talán a saját lelkemet szabadítom, hogyha te, mint nyomozó, akkor az az te is, is hibás igen, vagy, nem van benne egy ilyen, ezt, ezt, igen, ezt is de megkapjuk. Amit, amit ugye egy fél órával ezelőtt kérdeztem, hogy szerintetek negatív vagy pozitív karakterről beszélünk-e? Mármint a fő a, fő, a fő a, Igen, bocsánat, a fő. A, a Hugh Jackman. Jack Jack a, a Lajos. Hát nem feltétlenül A vagy B szerintem, mert ez Sokkal árnyaltabb. kinek, K, kinek Sokkal így van. Tehát ez helyzetfüggő. Lehet, hogy én, ahogy korábban mondtam, nekem nem jött át annyira ez a film. Mm. De tehát, hogy most, ahogy elmondtátok, és többet most már igen. bele. <laughs> igen, most már sokkal jó. <laughs> Úgy tök jó az a film. Nem, most, nem, nem, most már nem. tetszik, ugye? Jó, a kell a gyereket. Jó, ja, az jó. <laughs> Valószínűleg nem foglalkoztam ezzel annyit, hogy, hogy, hogy ennyi mindent belelássak, de igen, nem feltétlenül kell el, vagy lehet erre azt mondani, hogy ez pozitív vagy negatív? De a válasz ugyanaz, amit az előbbre mondtunk, hogy ennek a személyben pozitív. Mondjuk egy másik apának, aki egyetért, és én szőtvertem volna, már letapostam volna az arcát, annak nyilván Még pozitív. Jobban. Egy hatósági személynek, aki elkötelezett a munkájáért, annak negatív személy. Én, mint átlagnéző, és aki nem vagyok egyik oldalon sem, hanem élvezem a filmet, én azt mondom, hogy megértem, de nyilván hülyeséget csinál, tehát én be tudok betrok középre, de de nem lehet megfele. Tehát Itt ez most nem az, hogy ő megölt valakit. Nyilván negatív dolog az, hogy bizonyíték nélkül van azért nem gyengén Alexet azért megcsinálja rendesen. Tehát nem arról van szó, hogy kap két pofont és jaj, hanem ott azért hát akik látták kínzás, a filmet, azért meg... tudják, hogy azért Sőt, ilyen. Kínzás, igen. Kínzás. Azó, az már kínzás. kínzás, tehát kínzás, kínzás nem arról van szó, hogy kap két pofont, hanem itt az elég kemény kínzások a forró vizestől kezdve, igen, igen. ami létezik. És, és nyilván itt, amit mondani is akartam az előbb, hogy ez megint több filmből hozható, hogy az főleg van, nagyon sok filmben van az, hogy kínzok valakit azért, hogy bevalljon valamit. Honnan tudod, hogy bevallott -e? Honnan tudod, hogy meddig kell elmenned, ahogy te meddig kell elmenni ahhoz, hogy, hogy egyáltalán eredményt érjek el, vagy nem gondolom -e meg, hogy ha már eddig nem értem el eredményt, és már tényleg a bőrét leégettem már, mert tehát ember nem bírja ki azt a fájdalmat, hogy ne vallja be még azt is, amit nem követett el, és még mindig tovább, és még mindig. Hogy hol van az a pont, amikor. Hopp, pont ez a, ez amit a ponttál, pont. Hogy eltudjuk, de várjál, de volt az a pont, amikor a, amikor először megütötték a vissza, tehát a, a, hogy mondják, ezt a visszatérésre már nincs a point to no return, vagy. Vagy van igen, egy igen, ilyen. O, igen, no return point. És, és van egy következő pont, amit ő ki is mond, hogy egyszerűen nem kínoszhatom tovább, mert belehal és legalább azt fölfogja, hogy ha belehal, akkor meg pláne, hogy semmi esélye nincs ezek után. És, mi és mi mindig nem biztos. Persze. Tehát, és semmi, semmi nem biztos. Sem biztos. Igen, 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 igen. igen, és semmi közelebb, tehát még az se, hogy volt értelme, mert közelebb sem jut a megoldáshoz vele. Igen, nem fogok ennyi beszélni, csak nekem nagyon-nagyon tetszett például pont, amit említettetek, és hogyha belegondoltok, a legjobban fölépített karakter, az pont a nyomozó volt. És Loki nyomozó, most nézem itt egyébként én. Marvelesek ö... így. Igen, már. Most kérjük a Marveleseket, hogy figyeljenek egy kicsit. Okay. Tehát lehet, hogy nektek is szemet szúrt a karakter felépítettsége. Akár a szemnek a, a, a tikkelése, de én, én első körben kiszúrtam a tetoválásait, a szabad ja, kőműves gyűrűt az ujján. És most látom az mdb n a második bejegyzés az, hogy ez mind Jake Gyllenhaalnak az ötlete volt. Tehát ez mind ő vitte uh -huh, bele. Uh -huh. Lehet, hogy ő is emlékeznek hogy most melyik filmben játszok, vagy most volt este a másikat. Tegyük fel a gyűrűt, akkor Volt a hogy két film, meg a három szerep, akkor ez... az, az, a mementó. Igen, az film. Igen. Úgy, igen, a Memento. Tehát, hogy, hogy annyira érdekes, és hogyha már ilyen mellékszálakról beszélünk, milyen érdekes lenne a Loki-nak egy előzménytörténetet? Mondom, Döni, és Biz... Biztos hallgat minket. Neki ez nem nagyon szokása, vagy egyelőre legalábbis nem nagyon szokása a Vilnövnek az, hogy mondjuk belemegyen előzmény témába. Hát ideje még van, mondjuk. De akkor lépjünk tovább, jó? És nem is, szerintem ne is az ellenségre lépjünk tovább. Ne tapossunk az, ellen... az, az ellenségre. Elég nehéz beszélni. Ne tapossunk az ellenségre. <laughs> mondtuk ugye, hogy nyilván párhuzamosan forgott a két film, ugyanabban az évben jelentek meg, Gilem, hogy játszott a két főszerepet akkor? Á, igen, igen. És akkor rá két évre jelent a... nem Amúgy ne igen. A igen, hőszere, igen. Az az ember. Viszont kicsit elhanyagolt magában az a film. Tehát hogy lehet, amiatt is, hogy dupla, tehát hogy két film, ugyanaz a rendező főszereplő is, pedig itt már a, annak idején a fogságban kapcsán sokan reménykedtek egyébként abban, hogy lesz jelölése a fogságbannak valamelyik szereplőt, esetleg Oszkára. Elérkeztünk tehát 2015-be, és ugye már volt szó a Szikárióról, ami ugye spanyol szó, és azt jelenti, hogy bérgyilkos. Megint egy másik téma Villeneuvnél. Ugye itt volt eddig egy pszichotriller, nagyon kemény, krimi akár, hogyha úgy fogjuk fel. Itt pedig belecsöppenünk egy olyan feszült szintén trillerbe, ami már viszont egy politikai mafiozós, CIA, FGI, csempészes, vet, hogy megint egy teljesen más világot hmm. mutat nekünk be, vagy vezet bennünket be egy másik világból vilnöv. És ahogy mondta Péter, én is azt hiszem, hogy először ezt a filmét láttam annak idején hmm. még, a Szikáriút és nekem ebben van uh, egy kedvenc fősnőm is, aki az Emily Blunt, én egyébként szerelmes vagyok Emily, Emily blunt feleségem tudja egyébként, tehát nem titok. <laughs> Ö, minden házasságban van ilyen. Ez a én... legjobb kombó, basszus. És is, is kierőtik azt a három-három sztárt, aki a lehet ha esetleg úgy De Na nyilván... De... <laughs> mindenki mondja a titkost. <laughs> Jó, tehát Szikári, ugye itt is van már egy, egy mondhatni sztárdömpingünk azért, tényleg. Nem a fogságban is azért már van egyfajta ilyen mérce, vagy mérték. A ott van, ott, ott van ugye Josh Brolin, aki visszatérő lesz majd később is villeneuve Ugye van egy Emily Blantunk, és van egy Benicio ben ben de így van. Uh, igen. <laughs> Meglepett. Szerintem az Deltorónak az, az egyik a legjobb. azt az, az, az a, szerintem a rá, abszolút azt simán. totál ráírták azt a szerepet. Hát és ő a bérgyilkosunk hát. lényegében, ugye, tehát főszerep cím is. Fura megfogalmazás a bérgyilkos, mert egyébként nem itt bérgyilkos van ott. Hát, de ha belegondolsz, akkor lényegében ő az, tehát, hogy... Um, Csak itt pár a személyes indítatás. Mondjuk itt mér, igen. Inkább, de itt, igen. Itt tehát nem, nem az a klasszikus, igen. fizetek ennyit, hogy csinál meg azt. De lényegében ő bérgyilkos, tehát, hogy vagy tudunk róla, azért van Nekem róla a szó. Zsordos szó jutott a, a filmnek jó. a Jobban eszembe jutott a zsordos, mint a bélgyíkos. Tehát ő ott, ő, ott ő, ahol kell. Lényegében ez így Igen. talán Nem. Pontos. Nem, nem meg hiába akar. az lett. <laughs> <Meg> hol akar, <laughs> de néha igen. Nem hát, hiába az lett ennek a filmnek, ugye lett folytatása, uh, amit uh, szerencsére <laughs> Denis Villeneuve nem... Uh, még azt nem néztem meg, de... Az én azt is láttam. Annak, annak, például az az alcíme. Ennek ugye Szikárió a bélgyilkos, uh -huh. annak meg a Zsoldos. Na, annak nem néztem utána, még megmondom el. Uh, ez is friss Nem vesztettél sokat ennyit elárulom. Hát Del ugyancsak benne van a Szikárió 2-ben, Emily Blunt már nincs benne, és talán még Brolin is benne van a 2-esben. Ja, de az a szállat valamennyire vitték tovább. Áll... Vannak olyan folytatások, ami csak a címet kapják meg, hogy el tudják adni, de az, Víten, az... engedjük el. Engedjük azt, el a, a kettest, igen, igen. igen. Maradjuk az a sima szikárjónál. Igen. Szikár, szikárjónál. Csak röviden a, a tartalmáról bemutatva, ugye, hát ott vagyunk kb. a mexikói Egyesült Államok között húzódó határon, és hát van nekünk ugye CIA-nk és van FBI-nk az amerikai oldalon, és odaát pedig van mondjuk mexikói kartelek, droghálózat, maffia kategória, és azt tudjuk egyébként, hogy a CIA nem tevékenykedhet az Egyesült Államok területén belül. Tehát ez itt tilos. Bár nyilván tevékenykednek ők, itt is tevékenykednek, csak kell nekik alibiből melléjük ugye az FBI, akik meg főként tevékenykedhetnek az Egyesült Államok területén, és így kerül be mondjuk Emily Blunt és az FBI-os társa ebbe, az egész Ramazuriba, és ugye Josh Brolinunk, a Josh Brolinunk, a cia Josh Brolin ö, az egész cuzó bele őket, mint fbi és átmennek Mexikóba, hogy fogjanak egy nyulat, most ez így furcsa hangozhat, ugye egy, egy, hát mondjuk úgy, hogy egy kisebb drogkartel fejest akarnak elkapni. A vezérigazgató helyettest. A vezérigazgató helyettest, és sőt át is vitett kommandósok átmennek egy éjszaka leple alatt, átviszik az Egyesült Államokba, pont azért, hogy megbolygassák a mexikói drogkarteletnek a, a működését, felszínre kerüljenek akár nagyobb halak. Hát ugye? A pontosan. Boport, bocsánat, boport, pontosan. Bort, tehát, tehát ez egész, az egésznek ez a, ez a felütése, storia a filmnek, de ez ennél sokkal bonyolultabb azért, meg sokkal több rétegűbb. Mondhatnám azt, hogy sokkal vilnövösebb, ha több rétegűről van szó, de akkor nem mondom. Mit szóltok a szikárióhoz? Amúgy nekem is nagyon bejön a szikárió egyik kedvenc filmem, nem Vilnövtől, hanem új alapjáraton mm. is. Nem azért szeretjük, mert Vilnöv rendezte, hanem, hanem azért rendezte Vilnöv, mert szeretjük. Nem? jó. Szerintem ez nagyon sokszor kihasználták már ezt a témát, ezt a mexikói drogkárt elkontra Egyesült Államos fbi os cia dolgot, de ezt, ezt nagyon, nagyon egyedi, egyedi most majdnem azt mondtam, hogy megvilágításban, és talán nem véletlenül, tehát hogy ott a, ott a képi világ is ad, ad egy igazi, most gondolkozom, hogy talán először Vilnövnél a képi világ is így uh, megerősíti a filmnek a mondani valóját, illetve a, az egész filmet. Hangulatteremtésre gondolsz? Így van, uh -huh. így van. Uh -huh. így van. Uh -huh. meg ott az jó. ártabb részek is, ezek a klausztrofóbabb részek is. Az hát erősebb. meg az az alagúton átmászás. Az, az olyan, az olyan tényleg, tehát a pokol, tehát uh, mikor Mexikóba ott átmész, és szinte vágni lehet a különbséget, akár a, a hőmérséklet között is pedig pedig csak egy határszakaszról van szó, teljesen már ég és föld. Akkor maradjunk a, a, pokol vonalánál, és akkor így. Srácok, szikárió? Hát én nekem ez friss, abszolút egy friss élmény, viszont uh, mielőtt én elmondanám a véleményem azért, arra jelenségre felhívnám a figyelmem velem kapcsolatban, hogy én vagyok egy olyan szinten mindig, hogyha nekem valaki nagyon felhájpol egy filmet. Akkor, ja, akkor utálva. elvárom, akkor lehet, hogy megnézem, és nem. Ha valaki porik szidja, mondom, jó, de azért megnézem, mert érdekel, és sokszor úgy, mert akkor egy bolond vagy, hát ez halál jó film volt, stb. Lehet a Szikáriónál kaptam egy ilyen túlhájpolást. Nekem, még mikor végignéztem, megemésztettem, én azt mondtam, hogy nekem ez egy ilyen teljesen mid film, tehát egy ilyen középszerű akármi, nyilván, hogy így beszélünk róla, mint hogy neked is a fogságban egy -e, kicsit úgy belegondolsz, hogy, hogy tényleg azért akart még ezt is mondani, lehet, hogy fáradt voltam, és tényleg csak az akciófilmet láttam benne, meg Emily nem menjünk bele. Ne. De... Nem, de... te, csak látod magad bele. Mondani, te látod magad bele. az e, lehet. Igen. Ó, zavarba jött. Ah. Na, de hát az a lényeg, hogy ö, effektíve így belegondolva tényleg van azért, mit hámozni azon a filmen, Storyban azt mondom, hogy hogyha csak, a, csak storyt nézem, szigorúan egy nyílegyenes, totálináris, nem túl bonyolizált story. Az, hogy a jellemeket hogy bontja ki, főleg hát a végén, a végjátékban, amikor leülnek ahhoz a közös asztalhoz. Azt hiszem. Hát Igen. ott, ott, ott néztem én is, hogy azt oh, betyár mindenit, ott azért van ott a csávónál, meg azért ott elszánt te, tej, tej zuhanyozni. Után. Nem gondoltam volna, hogy azt ő végigcsinálja ott, amit csinál. Szóval mind a mellett, hogy ezt tartom most ha is, hogy ninc nincsen Bocsán. túl a film, egy egyszerű akciófilmről beszélünk, viszont tényleg képi megjelenítésben, hát nyilván a színészekről nem kell szerintem beszélni. A végkifejlett is egyébként egy megbékélés, ugye az utáni jelentet, amiről beszéltem, a legeslegvég, amikor lelövöm, de mégse lelövöm, le, meg stb. az a kicsit elismerően egymásra nézés, tehát rohadt jól tükrözik ezeket az érzelmeket a színészek, és nyilván ez vilnő érdeme is, hogy így instruálta őket, de de egyébként tényleg jó. Most, most így, hogy beszélünk róla, jobb. Nem azt mondom, hogy nekem a kedvenc filmem, ez nekem a kedvenc egy az... ezek a filmek itt a listán. Amúgy figyelj, vissza még egy picit, még majd nem egy szinte a régi, hát hátha azok között. szerintem az üljünk össze holnap is. Így, ugyan Igen. erről, jó? Nem, beszéljünk holnapig erről. Szóval nyilván az én szememben a fogságban az, szintek szintekkel felett van, lehet azért, mert az volt az első most ehhez képest, mert mondom, ez tényleg egy múlt heti film. Tehát én ezt nem is láttam soha. Viszont, viszont most így jobban érzem benne az igényességet, mint amit uh -huh. múlt héten éreztem. Lehet, hogy most ért be, meg most még segítettetek is egy kicsit meghámozni. Te Borsi De, igen, igen, Kicsit megálltál. Látjuk, a kamion mögött. Tudod, mint a, nem is A, a Mexikói Egyesült Államok határ, mikor jönnek visszafeletti Bors Hotelnál álltatok is. Jó, és zárja, mondanám, én. hogy nekem ez a kartel téma nagy kedvenc. Tehát a Breaking uh -huh. Bad által, uh -huh. meg az ilyenek által nekem, hogyha az a az nagyon az. jól nyúlnak, akkor, akkor iszonyatosan szeretem ezt a témát. Csapó. Tudod, a lövődözős film, Nekem az a bajom ezzel, hogy megnéztem ezt a filmet akkor, amikor ez kijött. 15 be. 15, nem, 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 teljesen frissen, de még akkor a hype-al, és, és nekem is ez volt. Azon gondolkodtam, amíg itt beszélgettetek erről, mert érdemben nem tudok hozzászólni, hogy érdekes lenne, érdemes lenne egy pszichológussal, sőt, akár egy egy filmesztétával beszélgetni. Köszi. Köszi. Súlyos a helyzet. Beszélgetni arról, hogy... Most már mi? érdekel, mi van ott a laptopon. Nézzetek. Nem. nem, nem valóban... Szexuál pszichológus is van. Na, bocsánat. Adjad nem tudom, milyen pszichológus. Azért mondtam, vagy szociológus. Tehát, hogy mennyire kell, vagy lehet, vagy szabad egy egy érkező filmet. Mert ugyanez volt az érzésem, tehát olyan, olyan jeleneteket, olyan, olyan tűzharcokat, uh -huh. olyan ö, gyönyörű képsorokat láttam a, a trélerbe, az intróba, a behájpolt kis részletekbe, hogy hú, hát ezt meg kell nézni. Ehhez képest számomra is csalódás volt. Hát de pont ez a célja a trélernek, csak elárulom. Hát, hogy meg kell nézni, igen. De, de megnéztem. Uh -huh. De kicsit az volt az érzésem, mint a 10-ből 9 magyar filmnél, hogy a három perces trélerbe, előzetesbe benne van az összes poén, az összes jó jelenet, minden. És ehhez képest engem ott már kevésbé érdekelt az Emily Blunt, kevésbé érdekelt a. Hát, a detó, hát csak legyintek, valamit. És Bocsán. úgy voltam vele, megnéztem, tisztességből mondom, nem most. Sőt, annyira nem néz, úgy néztem meg, hogy uh, Száni tudja igazolni. Uh, nem néztem újra. Uh -huh. Tehát nem akartam újra nézni, mert mondtam, hogy szerintem ez egy akciófilm, amiben van néhány jó fénykép, engem például pont nem fog meg, engem kifejezetten zavar ez a... ez a, mindig is ilyen drog drogellenes voltam, és ez a karteles történet, meg ez a... Mindig főleg az, amit... mindig nem úgy értettem, nem úgy... Jóban vagyunk. Tehát főleg ez a mexikó, amerikai... Nem kell azért az, hogy... Ez ez? hogy... Ja, de, ne, nem, nem mond, bocsi, Nincs nem elvárás. Ajánlod, de nem elvárás. Na, ja nem. Jó kors, nem azért szóval az Tehát az általam látott Vilnő filmek közül nekem ez így módon csalódás volt. Valószínűleg pontosan amiatt, mert nem érdekel ez a téma, a... Hanem Va valóban a lövöldözős jelenetekbe semmi újat nem kaptam, de például, amit említettél, és nekem is így ugrottak be most képek, tényleg volt nagyon több jó jelenet. De a film hosszához képest ez nekem halovány kevés volt. Summázva, hogyha most ezt ö, egytől tízig kellene osztályozni, és én örülnék, hogyha így majd végig uh -huh, a filmjeiken, simán. amiket láttunk, uh -huh. hát én jó indulattal megadnék egy ötös tízből. Uh -huh. Jó, hát nyilván szubjektív. Persze, dolog, nem hát kell nekem minden ami nekünk tetszik. most te is mondod, hogy eleve ez a kárteres mexikói vonal neked amúgy sem közel, akkor ez itt megbukott. Azóta drogozzék. Nem, nem. Már csak úgy tudom nézni. Nem tudom nézni, hogy bántják őket állandóan. Nem miatt szegény fehér pont tűnik füle, mindig áj. De egyébként, ahogy mondtátok, a hype-olás, a különböző marketing fogások, a trélerek, teaserek, akár bármi, plakátok, mozi, beharangozók. Én nem emlékszem, nem, tehát nem, nem követtem akkoriban valószínűleg annyira, vagy nem emlékszem például hogy a szikárnak sem trailerére, a fogságban még annyira se szerintem, vagy annak idején nem, nem követtem ezeket a marketing fogásokat, még annyira nem tudom. Én például elvből nem nézek trailereket. Én nem, nem, nem erről a hype hát beszéltem feltétlenül, uh -huh. amit, amit hivatalosan adnak, hanem amikor, hanem amikor valaki megnézi. Nagyon tipikusan az, a szia Tomi, amikor, hogy, oh, ezt a... Életem legjobb film, emlékszem, pont az eredet volt az, ami nekem az eredet ezért halt meg ez a film, mert mindenki, főleg Tomi, hogy az... Oh, nem, azért értem, halt meg, terzen, mert nem értetted. Az a másik része volt, igen. Nem tudod, megnéztem, nekem az volt, mint a szikárió, hogy Nolan bátyó, amúgy igényes, jó, már ha megnéztem azóta, most már megértettem, igen. Ö, egyébként, de ott nekem ez elviszi valamiért, nem, nem tudom. Tehát nem is ez a trailer, meg a sajtó -hype, hanem uh -huh, amikor a barátok uh -huh. is Akkor valaki ajánl igen. Életem legjobb. hát oh, na, na, az megöl. Érthető. És, okay. és, fordítva is működik, én mondom, is amikor szerintem ez nem jó, tudok, én nem. Megrézem, és ez nem jó. Én utáltam meg így írót, mindig ajánlotta nekem valaki a középső <laughs> az igen, Milán. Oh, volt egy lány, mindegy, szegény, hogyha ezt megnézi, hallja, fú. Na mindegy, Megyek a folyosó tehát minden szünetekbe, belefutok ebbe az illető diáklányba, és amikor meglátok, mindig ezt tőlem, hogy olvastál mostanában valami kunderát? És én nem olvastam semmi kunderát azóta se. Tehát, hogy ez, mint a az öntöst penút, az a Én Tudom, az ember kedvét, hogyha Tehát előtte Egyébként előtte a. olvastam kunderát, de. de mikor az a lány, tehát éven, tehát négy éven keresztül zaklatott ilyen értelemben. Jó. De vagy, ha évente, jó, elmond akkor elmond az azt, azt jelenti, hogy négyszer szólt. Nem, nem, nem. tehát évente többször. <laughs> jó, nem zaklatás, de hogy már má bennem Jó, De lehet egy ezt, olyan ezt jól reflex. csinálni. Szerintem, szintem, tehát tehát hogy... hogy vannak azok, akik kedvet tudnak csinálni egy olyan dologhoz. De nem úgy, mint kunderám. Ez biztos. <laughs> Meg a spánottal az a Re reagálnék jó. arra, amit mondtál. Én, hogyha várok egy filmet, például most, hogyha Vilnőről beszélünk. Mondjuk most fog kijönni a második rész a dűnének. Most jövő héten. Ja, most tegyük. fog kijönni? Nem, ja. mondom, mondja, ha most jön neki. Ja, de ne, ez nem most azért, 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 nem jó ötlet, mert, 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 ugye az elsőnél tudva levő volt, hogy lesz második, és Igen, már jó, igaz, 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 Nem, ötlet. akkor beszéljünk akkor a rendezvú a rá, jó. jó. A Randevú a Rámán, ugye, valószínűleg most úgy néz ki, hogy az lesz a következő Vilnő film. Biztos, hogy meg akarom nézni, és biztos, hogy nem fogok semmilyen trélet nézni, mert Direkt. szeretem az a, a friss hatást. De az, 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 hogy a kedvenc rendezőim, vagy a kedvenc színészeim oldalait megnézem, hogy vajon mi lesz a következő, és azt mondja, hogy kijön uh, M.I. Chayman-nek az új uh, filmje, Jövő hónapban megnézem a címét, és ennyi. És azt mondom, hogy akkor már csak 30-at kell aludni. De így nem akarok több, De szeretnék tudni róla, hogy lesz. Persze, uh -huh. természetesen okay. egyetértek. Még ezek hasonló valami? Vagy akkor hallod, hogy tovább hát időben a is. Én Jó, a Akkor érkezzünk meg 2016 ba ugye az Arrival, az érkezés... Egy uh... sűrű időszaka volt itt. itt nagyon, nagyon volt tehát meg. itt évente, 16, 16, 17. itt évente jöttek egy a három film is, igen. Ugye az érkezés 16-ban jött ki, Arrival az angol cím, ugye ez egy, ez egy novella alapján készült, ugye Ted Chiangnak az éltett története alapján készült a film. Vannak eltérések az iromány és a film között, most nem akarok belemenni, tehát majd a is nagyon mennék bele, csak mondjuk említve Frank Herbertnek a regény vonulatát a dűnével, az hogy nem, múgy száj lesz, mindegy. A lényeg itt, hogy és akkor, ha már volt intelligens blockbuster, akkor szerintem ez az egyik olyan mintája az intelligens science fictionnek, hogyha már ilyen mondjuk, hogyha klasszikus fogalmakkal akarunk operálni, akkor ez az. Tehát abszolult, az érkezés abszolult. az egy intelligens szifé. Van benne talán egy vagy két robbanás, nem tudom, durván, ha van. Sőt, Na meg tör... nem ez a klasszikus slash, de a és Pont menek. arra akarok utalni, igen, ilyen, hogy nincs meg az menne, hogy felrobban a világ, Sőt, elpusztul a világ, jönnek az idegenek. Se előtte, atomot, közben. Atomot a bestiákra, ahogy mondta Billy Pullman a függetlenség És Sőt, valami a titokban tartja, hogy egyáltalán mi a cél, és ez tetszik? Igen, de és ha már rétegekről beszéltünk korábbi filmek kapcsán is, ez is annyira rétegelt film, hogy nem csupán ugye science fictionről beszélünk, hanem beszélünk egy, egy ö, félimedi családi drámáról, ugyanakkor pedig egy személyes drámáról is, Sőt, először azt hihetnénk a filmben, hogyha végnézzük, hogy a múltat látjuk, holott nem a múltat. Egy óra látjuk, 31 percig azt hiszük. Azt hiszük kb. óra, 30 óra 30 van az e... akkor ez a pontos. Jó. Addig csak sejthető már egy-két dolog, akkor ténylegesen megtudjuk, és elhangzik az a mondat, amiből ez kiderül. Egy óra 31 perc. Addig vég a múltban élünk. És a legelső jelenettel megszivat a film, mert ott kapsz egy. Abszolút. Mint a felcímű mese. Kapsz egy kis montást, hogy van egy tragédia, nem bontjuk ki nagyon, de ez a vége kész, és utána kapsz egy megtört nőt tehát végig abban a hitben tart minket, abszolút, amiben abszolút. Tehát ez is... óráig. Igen, uh... Igen kemény. Én egy időben nagyon rá voltam kattanva az ilyen idővel foglalkozó filmekkel. Nekem vannak ilyen időszakaim, volt ilyen vietnámi háborús idő, de mindegy. Én is ilyen vagyok, jó. És akkor így minden ilyen toplistán szereplő gyűjteményből még nem látott időt megcsavaró, és még egyet csavaró, és már tényleg nem tudod, hogy mi van. Na, ez is, a, ez is szerintem ebbe a kategóriába található vagy kategorizálható viszont ilyet még nem láttam. Nagyon Lehet, egyedi, azt tetszik, hogy nem 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 sorba a szokásos klisékhez, hanem és, és bár, bár csavar, de valahogy, valahogy intelligensen csavar, tehát és és, és nem 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 er, nem várod el, hogy csavarjon, tehát hogy Értem, mire gondolsz. Van az a csavar, mint a filmek, hogy ki a gyilkosod, ugye mondtam, hogy az, ugye nem? Itt meg egy ilyen lélekreható csavar van. Így, így van, akkor így van, gyorsan van. visszapörgeted a fejedben a filmet, hogy akkor ez ezért, Úristen, az, az azért, ú, ez nem is az. És akkor tudod, egy kicsit úgy átértékeled az egészen gyorsan, míg egy klasszikus csavarnál mi van? Nem gondoltam, hogy az volt. Azt is ennyi, kész, túl vagy rajta. De itt tényleg ez az intelligens csavar, amikor amikor úgy lélekrehat, és úgy oh, kemény és ugye muszáj, amit már azt hiszem Norbi mondott korábban, hogy ugye az idegen lények megjelenése a bolygón, lett, te mondtad, vagy nem tudom, valamelyikünk mondta, hogy ez is teljesen mindegyikben mondta. Mindegyikben mondta. teljesen másképp van bemutatva. Tehát ez megint egy olyan egyediség akkor, hogy meglenik 12 ilyen kajló alakú idegen forma a bolygón, ugye 12 UFO. különböző UFO, különböző pontján a bolygónak, és ott vannak akár, hát igazából akár hónapokig ott lehettek, ha belegondolunk ugye a film sztori építésébe, és ott, ott vannak egy jó ideig, még kapcsolat sincs semmilyen értelemben véve uh, interakció, semmi, és aztán pedig megtörténik egyfajta kommunikációs lépés, és az a fajta kommunikáció, tehát nem az, hogy most jönnek az idegenek, van valami programunk, angolul tudnak az idegenek, mi is tudunk angolul, meg mindenki angolul beszél, a, innen nem tudom hány száz fényévre is, és akkor ebből megértjük egymást, ugyanazokra a fogalmakkal a fa az fa, az a fa az ott is fa, a víz az itt is víz, a víz <laughs> ott az ott is Fél tizenkettő, akkor <laughs> le kell menni feküdni, vagy nem az tudom. Tehát, hogy is Tényleg, tehát az a fajta megrendítése, vagy elgondolása, vagy akár, hogy már az író tetszien kigondolta ezt, és mondjuk, ahogy átít ezt filmbe, ugye Villeneuve, ott van közöttünk még mindig egy fal az űrhajón belül is, akár ö, egy külön atmoszféra lehet a falon túl, amiben ezek a heptapodok megjelennek nekünk, és az a fajta kommunikációs csatorna, vagy nyelv akár, amit próbálnak... Vagy éppen, hogy nem van. Vagy éppen, hogy nem van, igen. Ahogy próbálnak, vagy valami történik interakcióba, és azt akar megfejteni, hogyan tud megfejteni, matematika, -e, nem matematika, fizika, idő, tér, bármi, képbe jöhet, mert teljesen különbözünk, és akkor ugye nem beszélve arról, ami általános hibája akár a science fiction hogyha idegen van szó, hogy a humanoid felépítés egy idegen lénynél, erről nem, már többször, is igen. beszéltünk, igen. Teljesen, teljesen más, teljesen lehet az gáz akár egy életforma lehet, az egy bármi, nem tudom mi. De nem tudjuk elképzelni sem például, és itt egy gyönyörű megjelentés annak, hogy mi az, amit elképzelhetünk akár ebben a formában. És akkor még az is kiderül végén, hogy valójában ez nem is egy egyszerű, idegen életforma, yeah. hanem szóval én, amikor ezt a filmet elsőre megnéztem, édesköszönöm nektek, hogy nem értettem. Tehát, hogy Gondolkodtam majd a napokig, hogy akkor most jó időben is ott a gyerek téma, ott vannak az idegenek, a nyelvezet. Most akkor várjál, hogy van? kapnak Tehát, hogy most hogy van akkor az egész? Ez a csáó, ez most mit akart mondani a rendező akár, vagy? Nekem emellett az idegen mellett az zenihilésen idegenje tetszik még a legjobban, bár sokan lehúznak, mert hogyha hasonlít a stalker, hát nagy dolog. Meg nagyon tetszett a képi megjelenítés a kommunikációnak, tehát az is egy olyan nagy erő, a körök. Nem az, hogy morgok és brr, 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 és akkor majd valami Microsoftos program lefordítja, hanem tényleg ezek a körök, hogy, hogy abba is ugye belevinni, hogy az, a, az akkor valószínűleg többes számára ott a kis kunkori, meg tetszett, ahogy ezt fejtegették, és ez ki lett találva, és tehát ez ez találva, ezt, találva direkt, ezt direkt, 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 direkt külön erre Kockás lapon ki lett számolva, a meg ki lett. Az ázt be akartam dobni Bocs, a számolva. Számolva, az elemzésetek fülről. Full, full, leg, és képzeljétek el, hogy Denis Villen, mert hogy, csak nem, pont azt kerestem elnézést, mert én olvastam, amikor én tudtam, hogy kijön ez a film, akkor én Tetsiánknak két a kilégzés és ugye a pillanat, mondom pontosan, életed és más történetek. Tehát két olyan novellás könyve jelent meg, amiből az egyik volt az érkezés. Egyetlen egy, és ezt nem találtam meg, de legjobb emlékezetem szerint körülbelül 70 oldal az egész. Még ez egy novella tehát, egyébként. De olyan szintű novella, hogy ezt nem csak, hogy... tehát az, amit mi filmben láttunk, az egy teljesen kidolgozott full story. Hogyha ezeket a novellákat valaki megnézi, nekem borzasztóan tetszenek, olyan szempontból, hogy nincsen felvezetve semmi. Itt vagyunk, itt vannak az idegenek, megérkeztek. Tehát hogy nem, nem, hogy honnan jöttek, miért jöttek, mióta meg. Tehát hogy ez benne vagy egy kész történetbe, egy helyzettel, amit vagy meg kell oldani, vagy nem. Egy csomó olyan novella van benne, ami, amit így végolvas az ember, lehet, hogy 30 oldalon keresztül, és azt érzi, hogy ó! Ez egy érdekes volt, de nem tudod, hol kezdődött, hol volt vége, csak úgy megkaptál, mintha hogyha találkoznál a reptéren egy emberkével, és tíz percet beszélsz vele, nem tudod honnan jött, mit csinál, csak elmondja, hogy éppen fáj a foga, és most gyógyszert keres. És így mész tovább. Tehát így megkaptad ezt a sztorit. most ehhez képest Vilnöv és a Erik Heisserer, mert ugye ezt tudni kell, hogy Vilnő ezt csak rendezte, a forgatókönyvírót, azt a, az Erik igen, igen. igen írták. vagy, bocsán, filmek. Így van, így, mondaná, így, van, így, van, így van. Viszont ezt, a, amiről beszéltetek, tehát ezt a nyelvezetet logogramnak nevezik, operatív logogram, a product, a igen, bocsánat, nem Mert az angol oldalt nézem. <laughs> igen, és 71, texas, 71, texas, 71, texas, 71 <laughs> olyan logogramot Vagy hoztak létre? Hoztak létre, aminek tényleg van értelme. Tehát nem ö, random dobtak föl igen, igen, igen. Ö, ilyen kávé vagy, vagy bor. <laughs> Ahogy esik, a lefégy, ja, Igen, úgy, igen, a ilyen tintapacákat. Mekkora meló van ezekben? Tehát nem is gondolom hát ez, az az egy, egy, kidolgozott, valóságos, tehát működő nyelv van. nagyon ilyen, egy filmes nyelv. A Torónok mm. ugye ilyen rendesen, ez egy fiktív, de megírt nyelv. Tehát rendesen tanították, mint egy nyelviskolába. is. Mm -hmm. és, Na hát ak és akkor, mondott beszélni. még egy gyerekesebbet, Azt nem tudom, hogy a gyűrűk urában a tünde például elfogadják Amerikában ö, nyelvvizsgaként. valami ilyesmit, hogy ok van oktatás is belőle. Azt azért tegyük a hozzá, például... hogy... A a Gyűrűkurát, a... ezt nem tudom, hogy az... mennyire tudjátok, hogy az kötelező olvasmány volt a középiskolások számára az Egyesült Államokban. Tehát, hogy az, az megint csak egy olyan történet, ami ami hozzánk úgy annyira nem jutott el, amíg nem lett megfilmesítve, és utána segítsetek ki a, Lálamog. a, a Lálamog. nem nem, 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 nem. Gyűrűkurát, ki fordította le? Göncz bácsi, igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy akkoriban még nem volt ennyire Lálam. fölkapott. Nyilván, ja, mondom, csak el akartam, tehát mennyi munkát bele tudnak ebbe tenni, és ez érződik, hogy nem egy kamu nyelv, hogy kitaláltunk Persze. négy szót, szóval, valamit improvizálj már valamit, hogy oké, hanem tényleg egy, ebben baromi sok meló van. És ez, hogy itt meg grafikusan is jelenik ez meg? Ah, és a, a novellá, ha jól akkor a novellában konkrétan felabazod a novellát, akkor ott is megtalálhatók ezek a logogramok, tehát mm. ott vannak a körök. Tehát van egy szövegrész, halad, és ott van egy ilyen kör. Halad tovább, és magyarázza is, ha jól a, a novellában is az író, hogy mi, hogy, mint. Tehát, hogy nagyon komoly felépítés Na, az egész. Jó, az, nagyon, nagy igényes része a filmnek. Lassú része egyébként a filmnek ez. Abszolút de, de igen, De nem vele, mert érdekel téged is, vagy te is próbál. Kicsit együtt fejted velük, nem? Nem egy kicsit megfog így a film, hogy... Igen, igen Mi talán az... a tempója Ha is kitalálom. elég egyedi, tehát Én nem egy ilyen szifire igen. hajasz, hogy így történnek a dolgok gyorsan, hanem olyan igen. kicsit... Bár van, bár van benne egy, egy, rész, ahol nekem viszont az az érzésem, hogy nagyon halad. Tehát, hogy ott vannak, és akkor ugye tudva levő, hogy a világ különböző pont vannak nem csak ezek a űrhajók, űrhajók, hanem olyan csop, vagy olyan bázisok, akik próbálják megfejteni e igen, ezeket a... a is ráálltak, azt hiszem, a igen, film És nekem ez áll. annyira furcsa volt, hogy ott is már, mint hogy az lett volna egy picit ilyen rivalizálás, hogy hát nehogy már hamarabb megfejtsék, mint mi, meg ők már eljutottak oda, hogy alma kutya, nem tudom, kerítés. Mi meg még csak a kerítésnél tartunk, micsoda a kerítés dolog És, és nekem ott például volt egy ilyen nagyon gyorsulás, amikor már elkezdett pörögni, és akkor, ó, oké, oké, de akkor most mi van a fegyverekkel, és akkor ők most ö, békével jöttek. És... De itt jön a vilnövi réteg pont, hogy mit, mit, mit beszéltünk a fogságban kapcsán. Megkaptuk az apát, aki szenved, megkaptuk azt, aki ellene van, itt meg megkapjuk egyik politikai oldalt, amelyik támogató, megkapjuk a másikat, amelyik már méregetni akarná a méregetni valót, megkapjuk azt, aki fél kerítés. Megkapjuk azt, aki okos és próbálja fejteni és segít, megkapjuk Igen, az és megkapjuk a szövetséget, tehát effektíve megint a vilnövi rétegek jönnek rá. És ez, ez talán egy kicsit furcsán van adagolva. Meg ott azért ne felejtsük, hogy ott van, hogy egy perc alatt több hét eltelik. Tehát ott azért vannak ilyen igen. kátok igen. benne. Igen, és de közben meg, meg van a másik réteg, amiről beszélsz, tehát az érzelmi mm. rész, tehát a, a, a nőnek a, a gyermekkora, a családi állapota, a különböző dolgok, de és közben meg itt van, lehet, hogy két perc múlva elpusztítják az egész bolygót, mert gondolkodsz azon, hogy mi volt a Adtam Atomot a bestiáknak. Igen, igen, igen. És, és közben meg, 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 meg ott vannak ezek a heptoidok, akik meg mindig előjönnek, visszamennek. És, és valahol feszültségbe tartanak, mert valahol mindig félsz, hogy biztos rosszat mondunk nekik, le, le minket, tuti. Meglátták a bombát, amit ugye nem is ők helyeztek el. És akkor azt hiszed, hogy biztos akkor na most itt nagy baj, nem, még figyelmezteti is őket, de mire erre rájössz. hát de ez a félrefordítás történik ugye lényegében, igen. tehát hogy a fegyver, a fegyver az ajándék, az, tehát hogy nem tudják más jelent. Tehát minden? ezért, ezért teljesen különböznek a fogalmak, ugye, hogyha valaki jönne kintről, különböznek a fogalmaink, különbözik minden, minden, minden valószínűleg különbözhetne, vagy nem. Tehát ez olyan, mint mikor... Vagy van. Nem, ez olyan, mint mikor Száni bemegy a Kauflandba. Az mi? Nem is a tehát, Nem, tehát a kommunikáció... Ö... Itt kezdődik a baj. Nem megyek, én szerintem, és tényleg ez az összefoglaló véleményem a filmről, szerintem mind forgatókönyvírásban, bár az nem ő volt, mind rendezésben talán ez a legigényesebb, legaprólékosabb, leg, legjobban rétegel, de mégis legtitokzatosabb, nem tudom, hogy hogy mondjam, tehát ez, ami nem közönségfilm, de mégis hát közönségfilm igen. valahol, tehát mégsem annyira elvont. Értelmiségű közönségfilm. Tehát az, ahogy adagolja, az... először még azt hiszik, hogy flashback-eket, de Mi ki... De... Jó, hogy mindenre megvan a... De ez nem jó, ez igen, szerintem jó. jó. Mert, mert érted, ha nem érted, igen, akkor nyitd le Tudod, tehát, ez, ez olyan dolog hogy vagy Persze, érted. van ez a mondás, hogy neked, mint kívülállónak, mi a véleményed, véleményed? véleményed az értelem? Az intelligenciáról. Köszönjük meg. Szerintem alá is távasztottuk. Igen. No, Nem, Szó én, én, én nagyon szeretném, hogy pontozzunk. Jó, pontozunk, csak. de mi nem értünk a végére, csak. most Annyi. szárnyaljunk tovább inkább. Jó? Ja, nem, de a, a filmet. filmet. Ja, most pontozzunk, vagy a végén pontozunk sorba. Hát, majd? Hát, most Adi, nem de tehát, jó, csak én, én pontoztam, pontoztam Akkor pontozunk a végén sorba. Pontozunk a végén. Az, hogy jó. Persze, csak annyit akartam még mondani, hogy tényleg nekem az tetszik még az érkezésben, hogy annyira szépen vannak elhelyezve ezek a. Először még azt hiszik, hogy flash forwardok, -ok, utána ugye kiderül, hogy nem, de hogy az is ad egy olyan vissza, mindig, mindig van egy és akkor mindig kapsz egy picit belőle, és hogy visszaülsz. Uh -huh. Tehát annyira tudatosan van szakaszozva, ezek, ezek bontják szakaszokra a filmet, ezek a vissza előremlékezések. Tehát ez is barom jó. Tehát ez, ez igényességre szerintem torony magasan a, a top vélemlőkásságában. Hát, a... hát, a flash forward végül is igen igen, hát igen. 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 Ez e, a Flash Forward című sorozat. Amúgy ebben Ú, a formában előreemlékezés, mert ő emlékezett hát egy arra, ami meg is történt. Igen, mert, akkor előreemlékezés. Mert az a flashback. Flash sorozat? Igen. Emlékszem rá, de azt elkosszálták egy évad után. Igen, meg mindent tetszett nekem. Kizökkentünk. Haladjunk tovább akkor, és következően 2017, vagy inkább 2049. Ugye a szányos fejvadász következik a sorban, Uh, és Ez már... Az témata, abszolút. Na, tessék. Persze. Ugye már hangzott el az, hogy mekkora fejszek szekel mekkora fához, ha bele akarjuk vágni. Hogy, hogy... Uh, hát a Szányos Fájvadász 2049 az valóban egy olyan uh, produktum lett, egy olyan alkotást lett, inkább fogalmazok így, ami, ezt már azt hiszem, te is mondtad, hogy mélt, szerintem is méltó utódja a 82-es uh, Szányos Fájvadásznak, annak idén amúgy a Ridley Scott rendezett, Főszerepben akkor ugye Horizon Fordal, bár itt is ugye megjelenik Horizon Fordal 2049-ben, de azért itt mégiscsak egy mellékszerepet kap, bár azért fontos szerep még az is. Ugye a jelenlegi, és akkor még vannak olyan szereplők is, akik szintén majd lesznek még dél más filmjében is, Lásd Dave Bautista például. Brian Gosling ugye itt a főszereplőnk ebben a filmben, viszont van még egy Jared leto is például, és van egy gigacégünk, amelyik már nem az a gigacég, amelyik, amelyik volt annak idején a 82-es szányos ez egy jogutódja mondhatni annak a gigacégnek, de itt is egy gigacég az, mint általában mondjuk, nem csak, hát jó, Ridley Scott-nál is, de például ugye Ridley Scott is dolgozott már több esetben olyan alapművek alapján, akkor ez most hülyén jött ki, mint Philip K. Dick, ugye. És Philip K. Dicknél nem csak a dolgok vannak meg írásait tekintve, hanem ugye a nagy cégek is megvannak például ilyen visszatérő motivumként, és ez itt szintén visszaköszön ebben a filmben. Hangulatiságában, filmezésében, hangulatteremtésében, zeneiségében, és még soráltam, hogy milyenségében, szerintem kiváló alkotás a Szányos Fedez 2019. Tudom, hogy sok embert ez egyébként nagyon megoszt ez a film. Ryan Goslingot család, és sokan nem szeretik, meg hogy kifejezéstelen arcot csinált ezt, amit csinált ebben a filmben. Akár, akár, más filmekben is, de hát könyörgöm egy android, ugye például. És hát ő egy következő szájos fejvadász, ugye Harrison Ford után a történeti szállat tekintve. Szóval nekem ez a film ez nagyon bejött annak ide, mikor láttam már moziban annak ide elsőre, azóta pedig többször is újra néztem már, engem megfog az a világ, már Ridley világon megfogott annak kérdően ez a cyberpunk, az a világteremtés, amikor mondjuk magyarul is megszólalnak például a, 82-esben is többek között. lenyűgöző, tehát... és itt jön be szerintem elsőre, az érkezés is már, de itt jön be szerintem elsőre villeneuve az a, az a, az a visionary director, tehát Al, amikor univerzumot teremt, vagy egy világot teremt elénk, és visz bele abba a világba bennünket, és bármennyire lassú ez a film, vagy én imádom azzal a lassúságával együtt például, mert az a maga eszenciájának az egész történetnek valahol szerintem. Hogy ez egy filozófikus szifi szerintem valahol. Nekem ezt megölte a korábban emlegetett hype, ezt a filmet. Én hát nem mondom, hogy óriási kedvencem a a 82-es műde, láttam többször, és szeretem, elismerem, stb. De valahogy ez, valahogy ez, nagyon... Nem mondom, hogy nem vártam, de, de tényleg nagyon rengeteg hely. Tehát Csapból is folyt, hogy most akkor vilnöv, meg szárnyas fejvadász, meg nem tudom mi. Nekem ez kiesett úgy igazából, tehát én itt hát is passzolom a szót. Én nagyon-nagyon sokat tudok róla beszélni. Biztos láttátok a Da Vinci kód elején az Albino bácsit, aki ostorozza magát nagyon csúnyán. Igen. Most nekem kéne ugyanazt csinálni, mert hogy sem az eredet, itt nem láttam sem a uh, Vilnő félét. Uh, tudom, hogy egy cyberpunk nagyjából el tudom helyezni. Érdekes, hogy például barátaim, ugye Norbi, Tomi, az egyik ők, bekérdeztem, hogy nézze meg a Blade Runner újat, de mondom, nem láttam az eredet, hogy nem kell hozzá, teljesen más, max a világban nem tudod úgy elhelyezni, de nem kell. Hmm. De a régi az szar, az új, az nagyon Micsoda jó. Az? A másik, most nem, nem tudom, melyik ők melyiket mondta, a másik pont fordítva, a régi az jó, hát az az új, ez nem. Tehát, na most két ember próbálja meghozni a kedvedet, nem jött össze, tehát akkor srácok, hozzátok meg a kedvem, hogy ne kell magam megostoroznom, mert baromira érdekel az a, az a stílus, tehát én a Cyberpunk stílus szeretem, de valahogy még nem szántam rá magam sem az eredetire, sem az újra. Gyilelmint az, hogy neked nem jött be, te nem láttad, amit hallottál róla, mi alapján jöhet be, mi nem jön nem be. Nem hova elhelyezni. Mert ez ennyire vegyes. Az ennyire egész, vegyes az 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 egész szubjektív, nyilván. Így tehát van. az a néző befogadó múlik, hogy mi lesz a véleményed, mi lesz a hangulatod, most oda, mi lesz érzésed a... róla. Tehát gőz meg, gőz meg. Uh, én sem nem, én nem akarok meggyőzni arról, hogy ez egy de számomra egy, egy kurva jó film. Mind a kettő nekem az például. És akkor csak egy zárójel, még például az első filmben, az első, hát akkor mondom hát a azt, hogy a, a klasszikusban, az annak idején az egy B-filmként került ki mozikba például. Tudom, amikor a 90-es években, amikor elkezdett és a, az, pontosan és a aztán az az van, a És van, van, aztán vált film. kultfilmé, tehát hogy annak idején ez nem egy nagy kultfilmnek indult. Igen, ezt utólag, ezt olvastam is. Utólag, utólag vált kultfilmé. Kult kult Remény hogy az is utólag lett ekkora kultusú. Uh, az egyik legszebb jelenet abban a filmben, abban a régiben úgymond akkor, a, mondhatni a végjátékában van a filmnek, oh, ami, igen, a, a Rutger hauer a monológia, az androidnak a, a monológia, hát az, ne, annyit mond, és ugye Vangelis zenéje, és ugye, Azt tudom, hogy igen, az és az ugye a Szenes Fejvadász 49-ben ne, nyilván nem Vangelis szerezte már ezt a zenét, viszont annyira szépen van ráépítve, vagy a, hmm. hozta át, most nem jut be a a zeneszerzőnek a Ő, Akkor tiszteletben gondolom megtartották az alap uh, stílusát. De továbban gondolom, még a zene is, tehát hogy visszahoz azt a hangulatát annak a Vangelisnek, ami egy alap, tehát annyira hangulatteremtő, világteremtő zene volt az, hogy ebben pedig tovább tudták vinni valahogy is, Abszolút ott van hangolatteremtőként, világteremtőnként, megint ez a zeneiség is gyönyörű szerintem. Tehát nem akar megjelenni, hogy se téged, senki, ez egy nagyon jó, nekem nagyon jó. Amúgy a zenében rohadt nehéz dolga vannak, aki a cyberpunkot akarja megzélésíteni, mert lehet csinálni zenét egy akciófilm alá, pörögjön, lehet csinálni egy Jerry alá szilofon, pörögjön, de akkor tényleg egy <laughs> sötét, noir, de cyberpunk, de esik az eső, meg narancssárga minden, meleg színek. Na most ez milyen zenét produkál, fél. igen. Na ehhez e zenésznek kell lenni. Tehát itt, itt azért azt a, tehát itt hangulatot kell adni, nem csak a láfestő zenét. Na, ez Hanem hangulatteremtés, így van. tetszett a Blade Runner. És melyik és miért? <laughs> Vagy miért nem? Miért <laughs> nem? nem akarok itt új neveket felhozni, de számotokra a Vajda Zoli neve ismerős. Ö, régi ö, kedves barátom, már nincsen köztünk, de iszonyat nagy filmszerető. Ö, én nagyon, nagyon félek ettől a szótól, hogy film a, de ő már az volt. Uh -huh. Tehát ő már látta és érezte, és ö, össze tudta kapcsolni a filmeket, a rendezőket, és ö, ehhez azért kell olvasmány is, és, és nagyon sok film nézés és értelmezési adottság számára ez volt az első film. Tehát neki ez volt a kedvenc filmje, ja. ezt nagyon sokszor elmondta nekem. Azt Irultam, pirultam, de... mert én nem láttam ezt a filmet. És uh, amikor kiderült, és én nem vagyok Gosling rajongó egyáltalán, én úgy vagyok vele, hogy bár a filmjei azok mindig jók, de most... tehát hogy mondjam, csak miatta nem nézzék meg egy filmet, de megfogom, csak nem a, a premier hetében, hanem majd amikor sort kerítek rá. Viszont úgy éreztem, hogy eljött az idő, hogy megnézzem a Blade Runner-t, az eredetit, és nem csalódtam. Tehát amit én olvastam előzőleg, vagy amit gondoltam róla, illetve amit meséltek róla, ahogy említettem, főleg Zoli barátom, Uh, azt, a, azt, a, stílust hozta. Nekem tetszett ez a stílus, viszont, viszont uh, továbbra is, és szerintem én mondtam neked, és kövezetek meg, hogyha ez nem így van, szerintem a két történet teljesen külön is értelmezhető, tehát annak ellenére, hogy nem látod a 82-es, tehát most a 49-es. Nem mondtad, hogy a végén van egy-két íztöreg, ami esetleg a rajongóknak valami plusz, nyilván... de nem, nem szerves része a sztorinak valami ilyesmit Szerintem engem. nem sokkal többet hozzáad nyilván, hogyha látod a párhuzamot, mm. ahogy említették a srácok, tehát hogyha látod hát azt, hogy mi, hogy fogom megnézni, tehát az külön miből, tehát miből építkezett a Vilnő. van kapcsolat a két sztori között nyilván, tehát mm. a Rachel karaktere, ugye, aki... Igen, de, de mi van, hogy ha nem láttad? Szült. De mi van, ha nem látod én hát, akkor nem tudod, hogy ki volt a Rachel Na, tess, tess, a 82-ben. nem, tudom, nem ez, Na nem mindegy, oké. nézem meg, tehát biztos, hogy együtt nézem meg a kettőt nekem nem hozta el azt. Uh -huh. Tehát nekem, és bocsánat, én mindig, mindig próbálom pontozással el, elérni azt, hogy értsétek, hogy mire is gondolok, tehát egy tízes skálán nekem a, a 82-es, az jó indulattal hetes. Viszont a 49-es, az pedig megint csak jó indulattal, de ami akár... 17-es, hogy akkor keverjenek össze. Igen, 2017-es. A 82-es ami... a hetes, de a 17-es a... A 49. A 49. A 19 a 49 es a, a, a hanyas. Az, az, az egy 8-as. Az 8-as. Ezt még egyszer mondja. Tehát Tehát tényleg, tehát a 80... es tehát az első a 82-es első, akkor az hetes, és a 17-49-as, hogy felhívja a ne hülyésket. A hallgatótól és nézzük, is De egyébként nem kockázatos ez Vilnőnek, mert most, hogy elkezdtünk erről beszélni, most ugye egyből azt látom, hogy. De borzasztó kockázat, erről beszélek? Hogy van egy jobb műletéve, akár már csak az érkezés esetén ez Ezzel kezdtem az elején, hogy óriási felelősség volt, hogy ehhez hozzá, mert valaki igen és hogyha valaki hozzányúl az. És egy olyan kaliberű ember, mint a ugye beszéltél is, hogy a kedvence volt, mekkora félelemmel várhat mondjuk egy ilyet, ami tényleg benne egy világ, egy kultusz. És, és... Hát, tudod, ez igen, és... igen, igen, Nem az a kérdés, hogy ilyet, hanem az, hogy mennyire. Tudod, mert így az, az ember, tudod, jobb úgy lesz. Ö, mennyire kockázatos, és, és ha megnézzük, hogy most ezt csinálja. Érkezés, igen, Szányos ezt akartam, névvel, és ez, ezért nem akartam dünel, belemenni nem. a dűnébe, mert erre lesz egy utolsó. És jobb, hogy neki nyelv, most már nem is kell neki sztori írni, mert ott vannak. Hát igen, hát. Ez a kemény. És pont ez az érdekes, tudod, hogy. A dűnénél, hát nyilván ott egy Nagyon sok idő el, de eltelt, tehát 40 év. 30, akárhány év. Mióta? Tehát az első óta. <laughs> a 40 év. Van egy 82-es? 82. Van 82. 42 már ja, van. de Jó, de nem most. 17-ig. 35 Én... év. Ja, 35 igen. év, igen. Tehát... Ki mondtad? Háromféle ember van, aki... Elég sok időt eltelt a 40 év óta. <laughs> háromféle ember van, aki ismeri a mateket, és nem. és egyre jobban ezt a kort érjük, szerintem egyre több klasszikus lesz egy elővéve. Most szerintem... Kellene egy olyan csatornát csinálni, hogy klasszikus. Engem is, engem is hozzám a szaká, de mondjad, mondjad. Hogy? A viccnek a szakála idáig ért. Ja, értem, bocsánat. Gosling játéka a nekem nagyon tetszett, és hozta azt, és nézzük már egy kis párhuzamot a Barbie-val. Android Barbie -val. És Android között. Nem? Ja, a okay. Barbie-val, mert ugye a Barbie-ba is Goslingot elővették, hogy micsoda, hát, könyörgöm, azért egy egy műanyagbabáról beszélünk, ad egy. Itt egy Androidról beszélünk, aki szerintem jól hozza, sőt néha az az érzés, az embernek, hogy kiesik a szerepből, mert hogy miért vannak neked érzéseid, most te egyébként is, meg Anadiármas felé főleg, nem? Igen, igen, igen. Tehát te egy Android vagy. Azon kívül maga a hangulat az, az, az nagyon adja. Én olyan típus vagyok, bár szerintem sokan vagyunk így valahogy, hogy sokszor beleélem magam abba a környezetbe, és szerintem a rendezőnek is ez a, ez a, ez a, ez a célja, hogy ott érez magad, abba a pusztulásba, abba a nagyon furcsa környezetbe, ahol ez játszódik, illetve abba a világba, ahol ezeket az androidokat ö, ugye már, már vadásszák. Válaszolnom kellene, nekem tetszett a film. Megvan a hangulata, megint másabb, ahogy ezt már említettük, mint az érkezés a szikárió vagy, vagy a fogságban, a maga nemében nekem, nekem, nekem adja. Hans szerezte a zenéjét egyébként. De a, hát, hát, igen, igen. Bené, igen. Most tehát nem, nem, csoda. Na, hogyha most nem igen. tudom, hogy ő is, vagy ő, élő még? Most nagyon buta vagyok, uh, bocsánat. Uh, igen, nem tudom, hogy igen ház szerintem jön, is. Vagy csak egy ilyen ő zenét feldolgozó koncert, de most nagy hány van el egyébként. Igen, most igen, sem igen, igen, Jó lesz. de azt hiszem, hogy most nem akarok butaságokat mondani, most de, sem de sem nem azért rengeteg nagy filmnek szerezte a zenét. persze, igen. Hát ő meg John Williams azok, akik így van, így van, így olyanok, hogy na a nagy, a nagy dünner a duranás. A Rés, a csúcsa, a domb tetejére. A dűne Tetejére. A Na jó. Hát ugye először mondjuk mindenképpen 2021-be kell átlépni. Na, Na dünne... csak kihagyod a 80-ast, jól. Na, nesze. Nem, nem, ne nyilván beszélhetünk arról is. Tehát a dűne első, ha már Vilnő, csak azért 21. Persze, 2021 dűne első rész, part one, ugye? Ez már önmagában akkor sugalta azt az emberek számára, hogy itt mindenképpen lesz majd. Mi? ez a Sejthettük valamilyen módon. Na, és engedj meg egyetlen mondatot. Annyira nem néztem trélet, hogy amikor beültem, és ugye mire elkezdődik a film már, hogy menjen a második részikor. Nem, a, mi az, hogy part van, ne viccel, nem lesz vége. Megint <laughs> itt szivattok, és utána majd nyolc év múlva folytatjuk. Igen, hát, hát, meg akkor nem, nem kellett is tisztább volt év. El, hogy ez most úgy part van, hogy majd lesz egy másik film, mert mostanában meg divat egyébként. Lásd az éhezők viadala új rész, hogy part van, de a part túl is jön a filmben, meg a part three is jön hát, a filmben. Igen, hát, igen, igen, hogy most akkor ez ö, hogy lesz? Igen, azok alatt. fejezetek, igen. igen de igen. ott is úgy, van vagy, csak nem tudod, hogy ez most majd két év múlva jön, vagy másfél óra múlva vagy egy óra múlva. <laughs> ugye már volt korábban szó arról, hogy nyilván volt a 80-as készült David Lynch által egy Dűne, sőt, volt egy sorozat is Dűne címmel. Két sorozat volt? Volt a Dűne. Most a Dűne gyermekei. gyermekei. Igen, igen, igen. És a, a, dűne, a dűne gyermekei. gyermekei. Azt a nem Lynch rendezte, ha jól emlékszem. Nem tudom most annak ki volt a rendezője már. A sorozatnak? Igen fogalmam sincs egyébként, annak is nincs. Nem nem nem, 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 nem. Ezt dolgozták fel egyébként? Vagy ezek már ilyen fixiú? Nem, ez egy, nem, akkor nem, nagyon ne kezdjük az elejét. Tehát itt van egy könyv-sorozat. Azt, van. Azt ami, ami gyakorlatilag egy, egy egész univerzumot bemutat, és a, ugye volt a... A Lynchféle, a, a ami e, nem volt annyira hosszú. Volt a két sorozat, ami megbukott, és volt egy film, amiről nem tudom, hogy tudtok, Tarbéla a elnézést kért, ugyanis egy 14,5 és fél órás filmet oh. csináltak belőle, ami, Hik. nem tudom, googlist ki, bocsáss meg. Nem. Béla <hírt> a górt, hónalá a, gór, a haribb, És elnézést kért, igen. Nem valami tagiro Tagirovszky féle, nem lehet, mondod, valami, most vagy a nem? Az ő nevét, a... ja, de most ide szóval 80-as évek végéről beszélünk, Jó, tehát okay. hogy csak hát nyilván CGI hiányában, nyilván anyagi háttér hiányában nem. Bár állítólag a Düne gyermekei sorozat adta a leginkább azt a hangulatot, amit a, amit a, a könyvek, jelentene. a regények hmm. jelentenek. Jó, de akkor beszéljünk a mostani Dűnéről, úgy értem a 21-es első részről. Ugye hát nyilván a könyv alapján, vagy könyvek alapján készült ez is az újabb nagy fejszél és az újabb nagy fa vilnövnek. Tehát tényleg bátorság is kell ehhez, nem tudom. Tehát, hogy ö, évekig próbáltál, évekig ö, azon ment a téma rajongók körében is akár, hogy a régi dűne milyen volt, ö, valaki egyszer csinál -e egy jó dűne filmet. Hát mondhatjuk azt, hogy csinált? Mondhatjuk, lényeg, azt, nem... hogy... mondhatjuk azt, hogy várjunk még egy kicsit. Várjunk még egy kicsit? Jó. Én maga nélkül nem tudom megmondani, mert nem ismerem a világát. Tehát én úgy voltam dűneszűsz, hogy nekem a 2024-es dűne volt az első dűne élményem. Se nem játszottam vele, se nem olvastam, nem láttam a 80 akárhanyast. Tehát így meg én nem tudok erre azért válaszolni, mert mihez képest. Nem tudom még, hogy hova... Én értem, hogy nincs viszonyítási alapod, akkor én értelem Jó. Aha. Nekem ez egy új film. Sokan azt mondják, tehát nyilván az a várakozás meg volt, hogy csak ne bassza el, ugye? Tehát, hogy amikor már volt arról, hogy akkor jön a dűne, Vilnöve rendezett a dűnét, milyen lesz. Sokan vártuk, hogyan várjuk, ne rontsa el azt a, akár a, ugye hát vannak a, mondjuk úgy, hogy a megszállott könyvrajongók, tegyük akkor így fel, akiknek valószínűleg a lincses is valahol félre gondolom annak idején, és akár filmként is kicsit félre van csúszva, ez a helyzet. A lincs is félre van csúszva. Hát jó, lincs is félre van csúszva agyilag, ugye, na mindegy. De igen, igen, tehát a, a könyvrajongók valószínűleg attól féltek, hogy most jön egy újabb valaki, és megint hozzányúl ez az alapműhöz, alap műhöz lényegében, és hogyha ez nem lesz jó, akkor most már nem tudom, mi lesz kategória. Hát lehet ez a film. Én régebben lát, régen láttam a lincsféle hmm. dűnét. A sorozatoknak neki kezdtem még régebben, de azt hiszem a dűne gyermekeit végül nem néztem meg, csak a másikat. A regényeket pedig gondolok, tehát nem gondolkodtam, hanem nagyon régóta terveztem, hogy elolvassam, de mikor már jött az a téma, hogy lesz dűne film, amit a Villeneuve akkor meg már ott voltam, hogy nem fogom most már elolvasni. A lehet, ott már nem is lett volna jó ötlet. És igen, tehát, hogy... Szerintem pont most lenne. Van tőle. az az eset, ugye, ez, ez visszatérő dilemma mindig, hogy könyv, film, film, könyv, adaptáció, így úgy, melyik a jobb, ki melyiket szereti jobban. Ez én örök vita szerintem az ilyen körökben. És így meg szűz fejjel ültem le annak idején, ilyen értelemben véve a dün első részét megnézni. Pedig 21-es. Pedig <laughs> <laughs> 21-es karika. <laughs> szerintem ebben nincsen vita, hogy könyv, film, mert nekem van igaza. Jó. <laughs> az ugyanaz, a videójáték film sose mindig van. Aki ismeri a videójátékot vagy a könyvet, az mindig ö, gyanúsabban vagy negatívabban néz rá, mint én, aki mondjuk megnéztem most akármelyik kalandfilmet, ami kiderült, hogy egy szántaléves játék, én tökre élveztem. Most lehet itt is az lesz, hogy kapok egy film filmélményt, majd amikor be lesz fejezve, ugye hát nyilván a harmadik résztől tudunk már pár hírt, hogy Azért az nem mostanában lesz, és majd lehet akkor mondom azt, hogy amúgy én most már tökre olvasnám azt a, ennek az alapját, hogy akkor, hogy látta ezt az írót. Én is így vagyok. Én szeretem megnyet ezt a fajta így sorrendet. Jó. Egy jó a sorrend akkor. Na, akkor Én is Igen. elmondom, hogy mi a hozzáállásom az egészhez, én egy kicsit tudtam róla a lincses verziót láttam nagyon régen, könyvet nem olvastam, úgyhogy hát nem annyira sterilen, de, uh -huh. de valamilyen szinten én is úgy egy kicsit messzebbről vártam ezt a filmet, és nem tudom, hogy bele lehet -e már így menni az hát egészbe. Ebbe, ebbe, igen, szerintem. Tökéletes mozi élmény. Én ezt így tudom nagyon kompaktan össze, vagy összefoglalni. Mind az első, mind a második rész, aztán a külön is belemehetünk, de én a, amellett, hogy már elárultam itt pár ilyen filmnézős, vagy éppen nem nézős dolgomat, az is ö, ö, hozzám tartozik, hogy én már nagyon régóta kiábrándultam a franchise-okból, a folytatásokból, nekem a könnyökömön jön ki, azokkal is már úgy vagyok, hogy, hogy azért se fogom megnézni. És nagyon ritka, és meg lehet szerintem egy kezemen számolni, hogy melyik az a bár, tehát hogy most nem az elmúlt, 15-20 évre gondoljunk, hanem a bármikori, talán így helyes, ö, olyan filmeket, aminek lett folytatása, hogy jobb a második rész, mint az első. Mm -hmm. És ö, nem fogok poént el, lelőni, ebben az esetben már ott. Ez az általános tartom. Most így a reakcióban. A, itt, a, itt a második résznél. Aztán, ahogy Szani is mondta, ugye elég egyértelmű jelzést kaptunk, hogy, hogy itt nincs befejezve a történet úgyhogy azért mondtam, hogy várjunk még, mert hogy lehet, hogy <laughs> hát nem hiszem, lehet, hogy úgy, úgy, úgy az összkép fogja meghatározni majd azt, hogy hogy mennyire jó vagy rossz. A mai friss cikk volt egyébként, hogy Bélnő nyilatkozott, hogy mindazonáltal csak akkor hajlandó megrendezni, hogy ha jobb forgatókövet kap, mint a másodikra. Uh -huh. Tehát neki ez megvan az a feltétele, uh -huh. hogy az ívaz az meglegyen. Viszont azt tudni kell, hogy a meséjás az tíz éve később játszódik. És most jön az a szerencsétlen véletlen, hogy pont a főszereplőt így választották ki, ahogy, hogy ő egy kölyök képügyek. Tehát igen, ő tíz év is így fog kinézni. Tehát mondta, hogy vagy cgi e... kell majd öregíteni rajta. Pici, picit ezen cáfolnék, mert hmm. hogy, hogy nekem meg pont az volt a benyomásom a 21-es első rész, meg a 24-es második rész között, hogy hát hogy mondjam, tökeket eresztett ez a típus igen. Shalomé. Igen. Hát csak hogy arca mennyire fog hozni plusz tíz évet még? Nem feltétlenül. Hétlenül az arca határozza meg az embernek a jellemét. Hát mi, mi, mi a? az agyába a kép. Tehát ezt nem tudom, hogy ő mit vár el ettől. Meg ő mondta is, hogy most ami le is akarja tenni a dűnét, hanem most egy pár lazításképpen egy pár másik filmmel akar foglalkozni. Tehát ő is egyébként ilyen hat kötőjel tíz évben nevezte meg azt, amikor ő vissza akar ehhez térni, bármint a kész anyaggal. Tehát nem azt jelenti, hogy tíz évvel kezd el vele foglalkozni, uh -huh. hanem mitől lehet, hogy ott hat évig azt mondja, hogy most parkolópálya, és visszatér utána. Tehát valószínű, hogy ezt nem kapjuk meg ilyen hamar három éven belül. A... De akkor ezen a logikán alapulva, ugye, mert, tehát, hogy ha jobb forgatókönyvet kap, mint amilyen volt a második résznél, számára lepléve az asztalra, akkor itt a maximalista. De mondta, ar hogy neki ez az ív, ez tehát neki hogy van. Ha ez ennyire maga, tehát feltörekvő ívet, akkor hú, tehát hogy jó, oké, okay. Le, hát legyen. Nem, fel. nem, hát ahogy tehát végig, hogy okay, most már itt vagyunk a végén a, a, a filmográfiának, pont azt hiszem Norbi emelte ki, hogy azért van itt ív, meg változatosság, és gondolom, van, van. ő se szeretné, hogy, hogy most tehát be most... legyen skatujázva a dűnés rendező, ja, akinek talán sikerült most, és talán az olvasók és rajongók is elismerik, hogy na, itt van Dönni megcsinálta, és ne így legyen beskatujázva, hanem valóban menjen most rendezzen egy másik filmet, aztán meglátjuk. Megkapunk negatív példát, hogy csak a Star wars gondolni ott, és nem az marad meg a rajongó, hogy derohat jó volt az eredeti lógia, hanem bulajsözték a végét. Nyilván ő nem akar ebbe beleesni, hogy akkor jó volt a másik, ez, de ez a harmadik. Tehát nyilván neki akkora státuszrombolás lenne, lenne, hogy nyilván nem engedheti meg magának ezt. Meg hát a maximalizmus nyilván. mindig akarok, mindig jobbat akarok csinálni. Nyilván. Egyetem. -e? Balbi, hogy látod ezt? a tete? Mi a kérdés? Jobbat akarsz csinálni mindig nyilván. Dűne. A homokos. Arra mint a bucskás. film. Tudod. Kukac. A bizai torony? Az évek óta dűne. Az a... <laughs> Az idő múlásával a szakál növekedése is egyen. <laughs> Ezért. jó, jó, jó. Jó vagy. Tehát gyermek, gyerekkori, kölyökkori élményeim a, a dűne játékkal kapcsolatban, ahogy említettem, meghozták a kedvet ahhoz, hogy megnézzem a 21-est. Így módon nem azt mondom, hogy csalódás volt, mert maga a számítógépes játékban az egy, az egy harcos stratégiai játék. Ott a nagyon nagy különbség az az volt, hogy három fő ö, nagy családok ö, harcoltak egymás ellen. De ott mindegyiknek megvolt a, a bevezető szövege, bevezető animációja, egyik se volt jobb a másiknál. Mindegyik, mind a három más típusú volt, volt, aki erőszakosabb volt, volt, aki gyűjtögető volt, de ha a saját szemszögéből nézted, akkor mind a háromnak értetted az érdekeit. Nem az volt, hogy most leigázunk mindenkit, vagy hogy mi vagyunk a jók és ti meg a rosszak, meg... tehát hogy az így módon másabb volt. Ehhez képest ugye úgy van felépítve minden történet, minden film, minden regény, hogy először egy szemszögből kell láss dolgokat. Itt ugye a Paul történetét kezdjük el, értelemszerűen ez egy kiragadott szál az egész univerzumból, és itt nem szeretnék senkivel se szembe menni. Az én értelmezésem szerint a 21 és a 24-es, már megint kezdjük a számozásokat, az első és a második dűne, én igazolnám Vilnövöt, hogy ez nem, ez nem két film, ez egy film, aminek az első része picikét vontatottabb, és így módon akkor, akkor belétkötök, mert szerintem az első rész sokkal megosztóbb volt. Rengeteg ismerősöntől hallottam, hogy ez annyira unalmas, és még momo is benne van, de ott is mit csinál, meghal. Ennyiért jön ide, van két poénja. Akvamen a sivatagban, ne? Igen. És, ott, és ennyi, meg, meg Pólnak, és ott meghal az apja. Tehát ez semmi értelme nincs az egésznek. Három órán keresztül nézzük a sivatagot, meg Zendaya, aki, aki istennő, aztán ne nettó három és fél percet látjuk az első részbe. Ezt hallottam mindenkitől, hogy ez brutál, unalmas. Kit érdekel a második rész? A második rész viszont megadta már az akciót, megadta a fremeneket, megadta a kukacokat, megadott egy csomó mindenre választ, és nyíltak új kérdések, hogy ne spoilerezzünk. Az én ö, meglátásomban ez egy nagy film, egy, segítsetek ki, közel hat órás, de öt és fél órás filmről beszélünk, ami egy kerek történet, és nyitva hagy egy kaput, ami lehetőség a folytatásra, amit erről van, már sokszor beszéltünk, hogy mennyire unalmas akár egy sorozatnál, vagy egy filmnél, hogy x évet kell várni a következőre. Itt én nem bánom. Itt én azt mondom, hogy ha, ha a akkor következőre... Van egy lezárása, de de benne Enged, van a potenciál. Meg van a potenciál. Az első után kéne tíz évet várni, az rosszabb lenne, mert az első egy gyakorlatilag nem volt semmi lezárás, hanem eljutottunk így van, egy így van, checkpointig, van, így, van, így van. hogy beszéljünk így. Akkor itt volt. Én csak kérdezem, mert nem láttam nyilván még a másodikat. E, egy fejezetnek a lezárása az volt. Megvan. És... Tehát kap, kapsz egy lezárást is, és nem zavar, ha mondjuk csak öt év múlva jön a következő rész. Igen, uh -huh. igen. Na, ez, és, ez, ez és kellemes, hogy, és hogyha tartjuk magunk, tartja magát ahhoz, uh, Vilnő, hogy, hogy tényleg inkább vár plusz egy évet, akár három év után, plusz, még négyet kell várni, de azt tudjuk, hogy meg lesz ilyen, vagy még jobb minőség, jelzem, sztori szempontjából biztos, hogy megvan a lehetőség. Tehát a történet megvan, a biztos vagyok benne, hogy anyagilag lesz támogatottság. Hát nem as gondolom most. Hát sem. 500, 500 millió dollárnál járt egy hét után, az nem rossz annyira. Tehát a, a, a CGI-ba szerintem, mivel nem kell kapkodni, megint csak látványilag megint ott lesz minden. Itt a kérdés az, hogy tudja-e még emelni vagy szinten tartani azt, amit elért, mind zeneileg, mind képileg. Mondom, a történet ö, ö, anyagi részt azt engedjük el, mert az biztos, hogy meg lesz, sőt, abban is biztosak lehetünk, hogy a két főszereplő... a két főszereplő... Nem, még, maradjunk még, a... Még két én még, én még... Nem, nem akarok spoilerezni, tehát a a két főszereplő, ezt már megbeszéljük. A Szerinten... két főszereplő, akkor? A két főszereplő. Jó. Biztos vagyok benne, hogy föl fog tűnni, a... tehát hogy, hogy tovább viszi ezt a, ezt a ságát. Tegnap akartam megnézni, de pont csak tegnap nem adta a mozni, mert ki volt bérelve. leszek, én sem láttam még a második részt, úgyhogy. Hmm. A... Ezért félsz a spoiler Tikette, től. Hát hmm. főleg. A postás, a, a postás. Bocsánat, félre légy meg. De... Anny annyiban valóban korrigálnám a korábban mondottakat, hogy talán tényleg igazad van, hogy, hogy inkább egy filmként kéne kezelni, mint mondjuk egy Kill Bill amit szintén ugye ketté kellett vágni a hossza miatt, mert uh, tényleg nem egy, nem egy másik történetbe kerülünk, hanem azt folytatjuk, ami elkezdődött. Úgyhogy ja. Nekem kellett az első rész, és a hosszában, nekem nincsenek bajok, mert itt ugye 2 óra 45 perc a második rész. Az elsőre nem emlékszem, de közel van a két és a második... három között. A második ennyi. biztos, hogy kettő, 45, ezt uh -huh. ma már 23-szor meghallgattam. Az első is közel három órás, és amiről beszéltünk, tehát az, hogy én ott érezzem magam a. A, a, a bolygón, ott érezzem magam a, a, hogy mondják, ezt a harvesterek körül, bocsánat, ezek a begyűjtőgépek körül. Aratógépek. Aratógépek, köszönöm szépen. Bocsánat, csak nekem mindig a, a, mondom, a gyerekkori élmények jutnak eszembe, és hogy féltem, hogy az aratógépet ne vigye el a kukac, és ö, hogy féltem azt, hogy, hogy, hogy időre kellett begyűjteni be, a, a, a fűszert. Ez is annyira érdekes, ez a szó. Ez nekem furcsa ez a szó de továbbra is. Ö, megint csak visszaugranék. A, tehát nem tudom, mennyire vagytok jó angolosok. Én annyira nem, de szerintem sokkal jobb szót is Tegyük lehetett. Egy sokkal jobb szót ja. lehetett volna rá de ne, Angolul, hogy van akkor a fűszer? Vagy mi a volt? Spice. A, hát spice, igen. De igen, hogy... de a spice, az, a, a, az, angolban a spice, az nem feltétlenül nem csak, csak, a... csak fűszer lehet. Tehát a, és most, akkor a most nem, akar... a nem, nem Nem, nem, nem. A spice az, az ami valamit ad valamelyek az életedhez, a vagy ami, a, igen, igen. ami sokat... Tehát a spice up your life, az, az nem azt jelenti, hogy... De az, hogy magyarul is használjuk, hogy fűszerez meg az életet, magyarul okay, sem csak hogy... használjuk. Értem, de itt például, Értem, hogy, 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 hogy uh, ezt, bocsánat, itt a második részben akkor spoilerezzek, tehát a, a fremenek az ételükre is szórnak egy kicsit. De az már az elsőben is elhangzik, hogy... Igen, tehát hogy ők ezzel élnek is, ez, és ez tehát, egy hogy... picikét a szemük színét is megváltoztatja az életük hosszát is talán, vagy valami befolyásolja, tehát hatással van igen, rá. Igen, 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 igen. Egy, 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 egyfajta drokként is, hat rájuk. Hát is van. Így van, ezért mondom. Formában. Tehát, hogy... Hát az a szer része. Igen, még nem hiszem, hogy ti borsmentát mentát szoktatok otthon ö, felszívni, vagy, vagy bármi ilyen tudatmódosításként használni. Hát a kokó, tehát. <laughs> <laughs> tehát, hogy ez nekem egy picikét furcsa volt, de szerintem már csak ismételni ismételném magam. Nekem, igen, ne nekem a, a maga stílusában nem fogom pontozni, de de a kedvenc filmjeim top tízében benne van. Ever. De annyit tudhatunk, hogy az a harmadik rész az utolsó lesz? Én nem tudom, nem ismerem az hogy az már elvileg a lezárás Nincsen Nincsen alaptörténet, tehát ezt, ezt és meg Alapanyabb Alapanyag, nem. Re rengeteg van, tehát Jó, hogy rengeteg. Ez ágaz, több igen. regény van, van. tehát. Én, a, én annyit hallottam, hogy a harmadik részt azt Vilnöv meg szeretné még rendezni, kérdéses, hogy mikor, en, névbe, vagy en év múlva. De akkor az már egy, -egy, De egy hogy utána... Lesz hozzá? Tehát, vagy valamelyik a sok közül. De annyit spoilerezzünk már, hát Jó, ezt igen. ti is tudjátok, az első részben miről szól Paul, meg ki legyilkolják a családjukat, majdnem nem beleszeret egy egy, 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 Fremen lányba, akivel pont ö, azt mondják, hogy nem kellene, ö, és én őrájuk értettem, hogy valószínűleg ki fog köztük alakulni valami a második részbe, és, Spoiler volt? Á, jó van. Nem... hát már látszott, hogy lesz a kupak, hogyha erre gondoltál, de mondjad igen. Olyan, igen. <laughs> és... Hát Zendaya nézésétől nem... Hát, az igen. A... Tom Hollandot néha úgy lecserélném, ne igen. És ugye, és ugye arról van szó, hogy van, van egy másik ház, aki meg, meg ö, ugye a, a fűszer kitermelésből ö, annyi anyagit szerez, hogy le akarja igázni gyakorlatilag az egész univerzumot. Ja, a politikai most, háttér, az már meg volt az elsőből gyakorlatilag. Ezt mondom. Persze, tehát, persze, és, és, akkor van, van Pól, aki tököt ereszt magának, és akkor elindul egy nem olyan csak úton. csak magának azért. Tehát... Zendájának is. Nem, már nem, nem, nem rá gondol. Tehát elin, elindul, most... egy olyan, elindul egy olyan úton, ahol, ahol mindenki vagy tiszteli, vagy utálja. Tehát a, a második, ez erről szól. Van egy is, persze, karaktervívódás, de akkor... Abban nem egy... gyó, a... de nem Jó, hát nem akarok oké, mély oké, mélyebbre oké. belemenni, oké. de és ugye itt, mivel ezt már elmondtuk ötször, tehát a harmadik vagy a, a következő résznek az a címe a messiás. Na most hát ki, adja, adja, ki lehet adja magát, más, nem igen. Érjön. Tehát érjön. Akkor miről van szó? Igen. Hát jó, hallottam egy ilyen visszhangot, hogy legalább most megtudjuk, hogy nem feltétlenül a jó. Nem tudom, hogy mire értették, nem is akarom tudni, majd megtudom. Ezt hova, majd megtudod. És e Erre is például, is. Az, akkor most, <hűz> ö, ez nem spoiler, de ennek is van egy olyan része, amit szerintem jobban ki lehetett volna vesézni. Ne nehéz úgy beszélni valamiről, hogy nem mondhatsz ki dolgokat. Hát most itt ennél csak. De ez hát még azért most, ez igen, az friss fúfiség. azért, hogyha ne lőjünk le belőle mindent, úgyhogy. Pontozzuk akkor végig. Egyébként jön a fél nem munkáit, várjuk, én továbbra is most már kíváncsi hogy hova megy tovább, mm -hmm. van is valami elő. Ezt mondtam, csak azt hittétek, hogy viccelek a, mi, rand, a, a mi rendezvú mi kincsáll, igen, a Rámán. Igen. Ráman. Ráman. Ráma, Ráma, Rámán. Ráma. Ráma. hogy mennyire marad ezen a és kicsit ez közönségfilmes. Nem, nem, ez egy szifi, és uh, én nem hallottam róla, bár Elvileg ez is egy... Adaptáció lesz ez is? Egy adaptáció. Ad még Úgy látom, hogy most már hát az adaptáció És tehát nagyon sci tehát ilyen, ilyen féreglyukas, nem úgy, hanem hogy... Hanem... Nem Düné a firget. Igen, hanem ö... féregjukos. interstelláros féreglyukos. Hú, azt, hmm. na, azt mondjuk egy vilnövi felfogásban, egy interstellár de Bocsánat, olyan. de a dűnében is egyfajta féregjuk működik, tehát a fűszer azért kell az univerzumban ügyködőknek, hogy azáltal utaznak A-ból B-be rövidebb idő alatt. Uh -huh. Tehát belépsz a csőbe, ami nem tudom mi, egy kapu valamiféle, de az, az csak tér, térugrás. Jó, de, de... hát a féregükön is nem csak, nem csak időugrás van, hanem térugrás is van féregük mm -hmm. által akár. Na mindegy, ne, most ebben nem ne menjünk. Ez Ezek a... külön science fiction tudományos, számokhoz. Számok, Jó, tudományos jól. dolog lenne. Abba, de abba, segítsetek még, mi volt a másik film, amit, amit beharangoztak? Tehát volt a, a rendezvó, a, én még nem sem hallottam. Nem tehát. tudom. Volt még egy, de az is, az is szifi Ez akkor ütötte meg a fülemet, amikor elkezdtük venni azt, hogy most egy ideje már ez a szifi vonal az, azért bejön neki. Nem tudom. Na nézzük. Az Majd hallunk azért. róla, Én szerintem. Pontozzunk akkor a fogságbantól fölfele? Az úgy jó. Végül is azokat esésztük ki leginkább. Az úgy jó. A többit is lehet. Hát. És csináljuk úgy, hogy legyen 10 pont mindenkinek a kedvence, és ahhoz mértem, vagy nem, is hát maximális 10 pont, ha. és akkor ahhoz mértem ki, amennyit gondolom. Igen, én ezt mindig el szoktam mondani, tehát attól, hogy nekem az eredet kis hableány az 9-es, az a maga nemében 9 tehát hogy ez, ezt hmm. vegyük figyelembe. most akkor ezt így Vilnöv nevében, jó? Csak Vilnöv jó. nevében, Aha. jó. menjünk akkor 16 fölfele, mert azokról beszéltünk hmm. a legtöbbet, és akkor azok kerültek inkább Na, a reflektorfénybe, fogságban. Tízes skálán. Villeneuve skálán nyilván a tízes, de megbeszéljük, hogy azért van annál jobb film. Ha nem Villeneuve, most, ha nem igen, igen. nézzük, akkor, akkor nem tízes, ha Villeneuve nézzük, akkor ez a tíz nálam, de reálisan azt mondom, hogy egy olyan nyolcasban nekem befér bőven. Tehát a, a, többi hasonló stílusú film az, amit szeretek, Ez uh -huh. képest is befér nyolcnak. Nekem is nyolc. Nyolcas. Péter? Hát én, én öt. Ötös. Öt? Uh -huh. Nálam egy ilyen 7-es, 8-as körül mozog egyébként. a 5 az ötösnek mindig, ha vittem. Nincs az a baj. Nálunk tízes volt a, tuté. hát volt, aminél én örültem az ötösnek. Jól van. Na. Az ellenségről némileg beszéltünk, a nem tudom, e Hát ez Nagyon gyorsan ha mind film, öt, mint Jiren Hall, két tíz. Oké. De egyébként filmben nekem nem... Akarsz pontozni? Mire nem láttam ezért. nem. tíz osztó, kettő, meg kettő volt az öt. Ahogy mire kettő kapott ötöt, összeadják, az így van. Akkor Hát az kemény 8-as nálam, de az a magasabb szint. Nekem szintén. az a 6. Még 8, ö, hat, Most már billegek a 7 felé. 6, és fél, most így a mai után. Nálam is 8. Mm. érkezés. Az, bár én hülye, azt mondtam, hogy a igényességben, mindenben, Vilnövibe, a fogságban a legnagyobb, talán ez egy picit felette van. Most már, hogy összerakva a, a 11-es? 8 és, és fél. 8 fél. 8 fél. 8 fél. Annál is van nálam jobb. Mástól. 10. Tíz, tíz, aha. 9, 10. 9-10. Nálam is 9 7, 10 vagyok közelebb 10. 10 10 a 10-hez. 10 ez 10. a de most engem szidna a közönség. Ez fél tíz ez után öt <laughs> perc. Szányos five 2049. Én azt mondom, hogy biztos megvan a hét. <gül> 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 nem tudom még. Ha bizalom, a bizalom, a bizalom. Szeretem, szerintem meg lesz a 7, ha nem nagyon rossz. Azt elfelejtettem volna, nekem az is, hogy Budapesten van. Igen, egy csomó, helyszín, igen. igen, nekem nyolc. Összességében egy film élmény, úgyhogy nyolc. Akkor itt én leszek a rossz fiú, de ez már kiderült. A itt is, itt is ötös. Nálam egy kilences kb. Uh -huh. Düne első rész. Hét. Minthogy Düne szűz voltam, nekem ez egy jó filmnek tűnik, de amúgy azért na, még, még, még kell látnom hozzá és mindig azt hiszitek, hogy kötekszem Tehát én én egybe tudom értékelni a... Én is úgy szeretném. Akkor szerepelni. értékelt egyben. Hát a dűnek mind olyan. Uh, kilenc. Kilenc. Nyolc. Nyolc. Mm -hmm. Én csak az első tudom értékelni, az, nem egy... Mm, á, legyen kilenc. kilenc. Hát, hát oké, akkor, az... akkor hidd el, hogyha az első kilencre értékelem, akkor a másik már... lesz. Nem, 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 nem. Az is tetszeni fog. Ja, hát én nem csodálkozok rajta majd, hogy csak te tetszeni fogsz. Jó, hát ezt kiveséztük a kiveséztük a pillanat, rendesen, fennesen. igen. Döni Villnöv volt ma terítéken, boncolgattuk ja, te. rendesen. Ja, most nem no, nem volt? Kicsodáról. Egyébként a Montanolent lent, van, csak szólok. Tudod, hát jó, de a... volt értelme. Fázamosítottuk. El, <laughs> Úgyhogy uh, eléggé tartalmas sikerült szerintem ez, és uh, bőven kifejtettük a véleményünket különböző filmjéről, ugye Vilnövnek nyilván várjuk majd a következő alkotásait, szerintem, hogyha akar a rámen, ráma, nem tudom, most már összekevertél ezzel az új is. címmel, jó, oké, majd utána fogok nézni, hogy mindenképpen, tehát a város lesz, hogyha villanat hallok meg, az mindenképpen igaz. Nektek köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. És szerintem, hogyha jól értettem, akkor majd a csatornád is ez ez hát, megtekintető ha nem megtekintető lesz szi, majd. Nézni, vagy mind a kettő. Vagy mind a ke lehet lemerült valamelyik, akkor igazából Úgyhogy nem csak az értágító uh, <laughs> csatornánkon kell majd várni erre az adásra, hanem akkor a Sunnyverzumon és YouTube-on majd megtalálható lesz ez a beszélgetés. <laughs> időben majd megmondjuk mikor, most nem tudom hmm. megmondani mikor. Egyszer. Majd azt, egyszer. hogy lesz, az kiderül pár perc mikor, az Jó. jövő héten legkésőbb. Le le Úgyhogy érdemes el. ezt követni mindkét YouTube csatornát, illetve Spotify-on, Facebookon is lehet bennünket is követni, érdemes is bennünket hallgatni, hasonló adásokkal, meg még jövünk a nézők és hallgatók számára akkor egyaránt. Fiúk, köszönöm még egyszer hogy itt voltatok. És Köszönjük szépen, a várom a sört lassan, meg kiszállott a szám. <laughs>